Jó napot, kedves nézőközönség! Hát, megnéztük a filmet, túléltük. Hát, igen. Mind a ketten, 100%-os Az egy jó túlélési ráta, kifejezés. ami nem rossz végül is, és most jól ki is elemezzük. Kezdjünk neki azért. Először elég sok kritikát megnéztem a témában, és azért kapott Ridley Scott bőven hideget-meleget. Hát inkább azért hideget. Igen, hideget, igen. Igen. Én azért annyit mindenképpen felhoznék a védelmében egy-két apróságot, hogy azért mégse arról volt szó, hogy megcsinálta a Godzilla minusz egyet, bár a jelek szerint az nagyobb üzlet, hanem azért mégis egy nagyjából normális témának állt neki, és azon túl nem is egy fiatal emberről van szó, és képileg rendben volt. Szóval végül is az operatőri munka az jó volt, ugye nagyon jól ért a képi ábrázoláshoz, hogy ha valaki nézegetett a munkája után, akkor lehet látni, hogy valóságban egy képregényt is rajzol előzőleg belőle, hogy hogy nézzen az ki, és tényleg ezen a téren jól összeszedi. Másrészt azok az előzetes vádak se állták meg a helyüket, hogy nagyon woke lesz a film, nagyon így a BLM szellemében fog lezajlani. Ugye kezdjük azzal, hogy a Napóleon nem volt fekete, ez már azért a mai világban valami. És ezen ez már kívül, történelmileg pontos. Ezen kívül, ha bár Thomas Alexander Dumas-t láttuk, ugye Alexander Dumas-nak az apja, a francia forradalom első, vagyis hát a Franciaország első fekete tábornoka, szóval ő feltűnt a filmben, de végül is ő tényleg ott volt. Hogy ott annyit érdemes tudni a családtörténetről, hogy Alexander Dumas-nak a nagyapja egy fekete rabszolganőt vett el feleségül, és attól született ez a fia. Ezen kívül meg nagyon más ilyen jellegű dolog nem volt benne, szóval nem lett agyon erőltetve ilyen übertrendi, tengeren túlon übertrendi dolgokkal. És Napóleon se lett végül is szuperhős. Mondjuk az, hogy ez egy jó dolog, hogy nem lette, vagy sem, ez azért kérdéses. Azért bet, hogy nagyon a ló másik oldalára estünk át abban, hogy ne legyen szuperhős. Hát igen, igen. Másrészt a tisztelet viszont nem kölcsönös. Itt Ridley Scottnak a híres kijelentése, hogy előbb ugye finoman, hogy legyen életed, a történészeknek reakció utána pedig, hogy honnan tudják, meg ott voltak kijelentése, hát ez azért nem így működik, hogy ott voltunk-e itt, azért azt számításba kell venni, és ez amúgy egy-két kommentre is ráillik arra, amit kaptam egy-két videó kapcsán, hogy úgy valójában a személyes jelenlét sem egy olyan dolog, ami abszolút minden esetben többet érne egy könyvnél. És hát úgy alapesetben nem ér többet egy könyvnél, mert egy könyvben, hogyha az normálisan van elkészítve, személyes beszámolók is fel vannak használva, avagy olyan elemzések, kötetek, amelyek azokra épülnek. Szóval például, hogy egy donkanyari visszaemlékezést megnéz az ember, nagyon jó egy darab visszaemlékezés, egy darab személyes tapasztalat, de annál még jobb több, mert ugyanazt a szituációt, ugyanazon a földrajzi koordináten, ugyanaz olajtségből teljesen másképp látják. És egy jó elemzés, avagy ha úgy veszük egy jó könyv a témában, pedig ezeket jól ötvözi, jól felhasználja, jól ütközteti, és tényleg a realitáshoz a legközelebbi képet adja. Szóval ez a könyvellenesség nem feltétlenül érthető, így szerintem mondhatom azt, hogy részünkről. Egyértelműen. És ugye az, hogy Ridley Scott még így el is büszkélkedett vele, hogy hát ő tudomása szerint 400 könyv született Napóleonról, szerintem született több is, na mindegy. Hát inkább 4000 alsó hangon. És abból hogy egyet se olvasott el, és az teljesen rendjén van, az azért nem teljesen biztos. Ugye azt mondta, hogy a festményekből inspirálódott, de mint látni fogjuk, ez se minden helyen működött eléggé.
Nos, Amondó vagyok, hogy akkor kezdjünk bele, és ugye a téma, felvetés akkor ennek kapcsán így indításként, mielőtt belemennénk a piszkos részletekbe, az lenne, hogy baj-e, hogyha történelmileg nem pontos egy filme? Így van, sziasztok! Hát akkor első körben picit megnéznénk egy ilyen, hát történész szemmel, meg történész szakmában elég érdekes kérdést, amivel lehet, hogy most én itt megkapom a keresztet, amire fel szeretne feszíteni a szakma, hogy baj-e az, ha történelmileg pontatlan egy film? Itt, hogyha megnéztétek az előző videónkat, amelyben a trailer kapcsán elemeztük azt, hogy mi várható majd a Napóleon című filmben, azért már erről sokat beszélgettünk, hogy egy mozifilmtől, pláne mint a Napóleon esetében egy hollywoodi mozifilmtől, nem várhatjuk azt, hogy történelmileg teljes mértékig pontos képet adjon, akár egy kis eseményről, akár egy személyről. És ugye itt Napóleon esetében ez a film 1793-ban elindítja a cselekmények fonalát, és lezárja 1815-ben, sőt, még az azt követő Szent Ilonai eseményekbe is két snitteleig betekintést enged. Tehát ez egy túl nagy időintervallum egy elképesztően gazdag életpályában, amelyet igyekeznek belesűríteni egy ilyen 2,5 órába. Majd remélhetőleg kapunk egy 4,5 órás változatot, vagy ilyen 4 óra 10 perces változatot az Apple TV-re, de valószínűleg az se fog egy kerek képet kapni, adni Napóleonnak erről a gazdag életpályájáról. Tehát egy filmtől, pláne egy történelmi filmtől nem várhatunk 100%-ig történelmi hitelességet, és ezt baj is lenne számon kérni rajta, mert igen, Ridley Scott-tal ellentmondva, akit jobban érdekel mondjuk Napóleon személye, vagy bármilyen másik történelmi esemény, igenis tessék elolvasni egy könyvet, megnézni pár dokumentumfilmet, ne egy hollywoodi filmben keressem történelmi bizonyítékokat és 100%-os hitelességet. Tehát alapvetően én azt mondom, de ezt tényleg csak az én véleményem, nem probléma az, ha történelmileg pontatlan egy történelmi film. Abban az esetben, hogyha ezek a pontatlanságok a dramaturgiát szolgálják. Azt, hogy a történet kibontakozhasson, azt, hogy haladhasson előre, azt, hogy egy központi témát szépen körbejárnak. Tehát ha ez rendben van, akkor történelmileg megengedhetők a pontatlanságok annak érdekében, hogy körülbelül egy 2-2,5 órába bele lehessen sűríteni az eseményeket. És ha Napóleonról beszélünk, azért az is egy merész vállalkozás, hogy akkor 22 éves pályafutását, az belesűrítsük 2,5 órába. Tehát ez gyakorlatilag lehetetlen, de ezt a trailer elemzés kapcsán is beszéltük, igen, hogy ilyet nem is várunk a filmtől. És egyébként a filmben vannak olyan csúsztatások, amelyek szolgálják a dramaturgiát, tehát az, hogy tényleg lendületet kapjon a film. Ilyen például az, amikor az orosz hadjáratot követően Napóleont lemondatják. Így gyakorlatilag egy másfél évet kivágnak a napóleoni hőskölteményből, nincsen benne 1813 a lipcsei csatával, nincsen benne az 1814-es hadjárat, amikor a koalíció megszállja Franciaországot, tehát egész egyszerűen az orosz bukás után Napóleont a marsaljai lemondatják. Ami egyébként tényleg úgy történik meg, hogy akkor 1814. március 4-én késztények elé állítják Napóleont. De ugye a filmben ezt azzal magyarázzák, hogy az orosz vereség miatt. Ez mondjuk, ha a filmet nézzük, a történetnek a folyását, dramaturgiailag egy jó húzás, és igen, vágunk egy másfél évet az események sodrásából, de a filmnél adunk teret más történéseknek, amelyek dramaturgiailag fontosak lehetnek. Vagy ugyanilyen jó húzás, ami egyébként történész szakmán belül nagyon kiverte a biztosítékot, hogy akkor Napóleon találkozik Wellingtonnal, és Wellington hercege közli azt vele, hogy akkor Szent Ilonára fogják őt száműzni a Waterloo-i vereséget követően. Ez is dramaturgiailag jó, mert egy szép átkötéssel megvan oldva az, hogy akkor Napóleon hogy kerül Szent Ilonára Waterloo-t követően. Holott a valóságban ez a két férfi soha nem találkozott egymással, tehát a Waterloo-i csatatéren voltak egymáshoz a legközelebb, de még ott se találkoztak személyesen. De ezek olyan jelenetek, ahol tényleg érezni, hogy úgy lendülete van a filmnek, és megy előre. Viszont többségében
olyan ferdítéseket találunk a filmben, és ezért is bukik el nagyon-nagyon kritikusok által is, vagy történész szakmán belül, amelyek olyan pontatlanságot tartalmaznak, melyek nem szolgálják a történetnek a kibontakozását, fejlődését. Ilyen például az egyiptomi hadjárat, most tényleg csak egy-két példát említünk előzetesen, és majd részletesen belemegyünk, de az egyiptomi hadjárat egy óriási lyuk a történetben. Semmit nem ad hozzá az egészhez. Vagy ugyanilyen az a szál, hogy mindent gyakorlatilag Napóleon Joséphine miatt csinál. Joséphine miatt hagyja ott Egyiptomot, Joséphine miatt szökik meg Elbáról az első számüzetéséből. Tehát ezek ordító nagy hibák, amelyek egyébként, ha szépen belesimulnának a történetben, elnézhetőek lennének. De mivel ezek nem szolgálják a történet előrehaladását, igenis jogosan verik ki a biztosítékot mindenkinél. És egy ilyen gazdag életpálya kapcsán azért eszméletlen fontos lenne az, amivel egyébként próbálkozik is a film, hogy megragadjanak egy központi témát, amire fel tudják ezt fűzni. És aki látta a filmet, annak teljesen egyértelmű, hogy ez a központi téma Napóleon és Joséphine kapcsolata lenne. Tehát ez az, ami mozdítaná vinni előre az egész történetet, de ha most mi erre akarjuk felhúzni a filmünket, akkor hagyjuk már ezt kibontani, és ne akarjuk beleerőszakolni mondjuk Toulonnak az ostromát, vagy az egyiptomi hadjáratot, vagy akár az ausztrálici csatát. Tehát akkor legyen ez egy romantikus dráma, ami képet ad két embernek a kapcsolatáról. És akkor igen, hagyjuk meg másnak a lehetőséget, hogy az meg majd bemutassa a csatákat Joséphine nélkül. Mert ez a film alapvetően egy Napóleon és Joséphine lenne. Tehát akár ezt a címet is adhatnánk ennek a filmnek. De semmiképpen sem működik az egy ilyen rövid játékidő alatt, 2,5 óráról beszélünk, ami egyébként kimondottan hosszú filmes mércével mérve, de nem egy napóleoni életmű bemutatásához. És ebben sajnos ez a film elég csúnyán elbukik. Tehát szűkíteni kellett volna a témát nagyon, és igen, itt akkor hangsúlyt helyezni Napóleonra és Joséphine-re, mert valószínűleg elnézve a filmnek a központi témáját, ők ezt akarták elsősorban bemutatni, és akkor minden más meg tök mellékes egyébként az alkotóknak, és ebből is fakad a nagyon sok pontatlanság. De sajnos a film ezt nem találja el jól, mert mindent be szeretne mutatni, mindent az ég egyadt a világon, viszont ez egész egyszerűen nem működik. És elnézve a filmet, hát én ezek után már nagyon nem is számítok arra, hogy a több mint 4 órás verzió majd valami plusz tud ehhez hozzáadni, de majd meglátjuk. Hát abban több Joséphine lesz, mint azt tudjuk. Hát lehetséges, hogy amúgy, amúgy azt még pozitívunként felhozhatnám, hogy Joséphine annyira nem volt irritáló, mint előzőleg gondoltam, hogy lesz annyira. Így van. Igen. De ugye játékidőn túl, ami egyrészt ugye nyilván felvett problémákat, azért más problémák is voltak a filmmel, és amúgy a játékidő kapcsán megjegyzem, hogy sehol nem volt az kőbe vésve, hogy a Napóleon filmnek 1 órával rövidebbnek kell lennie, mint mondjuk az új Avatárnak. Szóval ez nem volt egy természetszerű elvárás, bár azért az tényleg egy extrém hosszú játékidő volt. Másrészt pedig vannak benne fölösleges dolgok is. Szóval, ha ebbe is belegondolunk, hogy itt-ott viszont fölöslegesen kalandozik el a film, holott máshol meg látványosan összecsapott a dolog, akkor azért elgondolkozhatunk rajta. De amúgy a filmben úgy egyébként is volt egy kis összecsapottság érzésem, amit például a zárása, spoiler alert, egy feliratsorról lesz szó, nagyon, nagyon érdekesen jött ki legalábbis a számomra, hogy egy Napóleon utolsó szavai, amik ugye Franciaország haderő, parancsnok, Joséphine, a parancsokat szerintem nem írták ki, az mindegy, nem volt. Azt kihagyták, lehetszer is tették kicsit nap az utolsó szavait is, azt is csak így feliratban tették hozzá a végére a halála után. És az, hogyha mutatták elméletileg a halálát, azt annak szánták gondolom, akkor az utolsó szavait is mutathatták volna, de lehet, hogy később jutott eszükbe, vagy ugyanígy a vége feliratnál, hogy valamiért a
Napóleonnak a 81 vagy 2 csatáját 61 vagy 2-re vitték le. Ezt se értem, hogy miért nem nézték meg valahol utána egy picit jobban, hogy miért így szemmel láthatóan csak egy homályos emlékek alapján írtak oda valamit, azt nem tudom. De vannak amúgy a filmben még egy-két ilyen, szintén ilyen nem az összeszedettségre mutató jelek. De ami még egy komoly problémája az, hogy egy Napóleon filmnek végülis Napóleon karaktere köré kellene épülnie. És itt a karakterrel nagyon komoly problémák voltak így meglátásom szerint. Egyrészt a túlzott Joséphine-centrikusság miatt az egész filmnek, az miatt, hogy lényegében Napóleon egy kisgyerek, aki mindig oda szeretne visszaszaladni Joséphine szoknyájához, ami azért egy nem annyira volt igaz egyfelől, másrészt nem is igazán illik a karakterhez szerintem, ezt így mindenképpen eltulozták. Másrészt pedig Napóleont ebben a filmben ugye kis szégyellős, kis halkszavú, kis motyogós, kis emberke. Szóval sok minden, csak nem mondanám igazán karizmatikusnak. Szóval nem az a hadvezér, zsarnok alkat, aki elméletileg a Napóleon lenni kellene, hogy legyen. Szóval ez mondjuk például, amikor a visszatérésénél ott meg akarja győzni a francia katonákat, akik ellenük sorakoznak fel, hogy már pedig mellette harcoljanak, ott ez nagyon kijött, hogy így engem nem győzött volna meg, hogyha ott állok vele szemben. Szóval ez ott nagyon, nagyon látszott, de ugye amúgy se értem, hogy így a karakterbe hogy lehetett ennyire nem beleépíteni azt, hogy ő egy vezető egyéniség, hogy tényleg legalább így az idézetei közül így elmondhatott volna néhány szépet, hogy valamennyire hihető legyen, hogy ő Napóleon. Másrészt a színésszel kapcsolatban is, Joaquin Phoenix bármilyen jó színész legyen, úgy amúgy, itt azért megjegyezném, hogy szegény vén mind az országút. Szóval Napóleon tulajdonostrománál szerintem 24 éves. 24, igen. 24 éves, a végén Waterloo-nál már 46 talán, valahogy így, igen, és 45 a jegyzetem szerint. Na. Hát még pont nem töltötte be 2 hónap, igen, a 46-ot. Valahogy így van, és hát például, amikor mondják, hogy Sándor cár fiatal és nagyon tehetséges, akkor Napóleon mondhatná, én is, de hát ugye a színésztől ez azért furcsán hatna, és ugye a Joséphine-es szálban is azért egy érdekes dolog, ugye a Joséphine azért idősebb volt Napóleonnál 6 évvel. És Napóleon egy nagyon fiatal tiszt volt, nyilván ugye katonáskodással töltötte az addig idejét, így érthető az, hogy nem volt a legesleg határozottabb a nőkkel, de ugyanaz, hogy ha oda megy egy 50-valahány éves ember, és ő annyit tud mondani, hogy kedvesem, nem a mellét néztem, hanem a szép arcát, az azért már egy picit más. Ugye itt a színészkorát firtatod, viszont ugye a színész hiába is 48-49 évesen játssza a 24-25 éves Napóleont, ő attól egy 24-25 éves embert jelenít meg, tehát jogosan lehet bátortalan a nőkkel. Itt azzal van a probléma, hogy látszik rajta az, hogy nem 24-25 éves, hiába is vannak profi hollywoodi maszkmesterek ott, és kozmetikázzák Joaquin Phoenixet, de nem sikerül az, hogy fiatalnak tűnjön. Tehát látszik rajta, hogy ő nem 24-25 éves, de karakter szerint egyébként 24-25 éves, tehát lehet bátortalan a nőkkel, és egyébként tényleg Suta Joséphine-nel azokban az első időszakokban. Ez jól megvan jelenítve, ugye itt azzal van a probléma, hogy a karakteren látszik, hogy ő basszus már 48-49 hát igen, ezt mondom én is, hogy a színészválasztás ebből a szempontból pocsék. Azon túl, hogy amúgy se hasonlít Napóleonra.
Hát, igen. Szóval így ránézése se hasonlít, meg életkorban se ott van, ahonnan el tudna mozogni mind a két irányba. Így van, tehát egy ilyen 35-40 éves karaktert kellett, színészt kellett volna ide választani. Akkor néhány szóban nézzük meg egy kicsit a filmet, hogy milyen is ez a film, hogyan sikerült. Ugye itt a Huba is utalt már rá, hogy azért nem sikerül itt egy kerek egészet alkotni a készítőknek. Ugyanis ez a film elképesztően darabos. Tehát tényleg egy olyan benyomást kelt, hogy így jelenetről jelenetre ugrálunk, de a két jelenet egész egyszerűen nincsen összekötve. Tehát hiányoznak azok az elemek a filmből, amelyek magyarázatot adnának arra, hogy hogyan jutunk át egyik jelenetből a másikba. Most csak egy példát kiemelek, Napóleon összeházasodik Josephine-nel, és akkor a következő jelenetben már Egyiptomban van, és akkor ír egy levelet az újdonsült, elvileg újdonsült feleségének, hogy akkor most Egyiptomba jöttem, hogy csapást mérjek a britekre, és akkor úgy ezzel van átkötve a történet. Történelmileg pontatlan, mert még egy itáliai hadjáratot is bele kellett volna illeszteni a sztoriba, de egész egyszerűen nem elegánsan vannak összekötve a jelenetek, olyan, mintha két külön univerzumban játszódnának ezek a mozzanatok, és nem egy kerek filmet akarnának adni. És ugye itt van ez a komoly baj, amit már hangsúlyoztunk, hogy mindent meg akarnak mutatni a készítők ebből a gazdag életpályából, de egész egyszerűen nem sikerül eltalálniuk az arányokat. Tehát itt igen, tökre ragaszkodhattak volna ahhoz, hogy ez Napóleon és Josephine kapcsolatára fókuszál, de mindent be akarnak mutatni, és ez teljesen szétszedi az egész filmet. Tehát nagyon-nagyon darabos. És számomra azt a benyomást kelti a film, mintha még körülbelül 2,5 órányi, 3 órányi játékidőt valahol ott a vágószoba padlóján hagytak volna, amivel esetleg ezeket a jeleneteket átkötötték volna. Tehát ebből nagyon sok problémája akad a filmnek, de egyébként most picit beszéljen belőlem a gyerek, tök jó nézni ezt a Napóleon filmet a nagyvásznon, tehát tényleg szépen meg van csinálva, amit meg akarnak mutatni. Korrekt szerintem a színészi játék, azzal nincsen probléma, még akkor is, hogyha mondjuk a főszereplőnek, Joaquin Phoenixnek az életkor az nem igazán passzol Napóleonhoz, a fiatalkori Napóleonhoz, de egy olyan látványos és hangos hollywoodi filmet kapunk, ami úgy elvárt. Attól függetlenül igen, hogy tele van pontatlasságokkal, és a jeleneteket nem tudják szépen átkötni. És nekem hiányzik a filmből a plusz, ami mondjuk egy másik idei filmben, az Oppenheimerben Christopher Nolan-től nagyon szépen megvolt, ahol szintén egy olyan körülbelül 20 éves pályafutást mutattak be, gyönyörűen, megjegyzem, jóval hosszabb játékidővel, mint a Napóleon esetében. De itt Napóleonnál hiányzik ez a plusz egész egyszerűen, és darabos, kapkodós a film, nincsenek összekötve a jelenetek. Tehát ez mindenképpen a film kárára megy. Hát Joachim Phoenix is valami olyasmit mondott, hogy ő se igazán tudta, hogy mit akarnak kihozni a karakterből, szóval ez azért így van. Jól elnevetett a buta szexileneteken, amik jegyezzük meg, hogy különösképpen érhetetlen, miért voltak annyira paródia jellegűek, szóval ez fel nem tudom fogni. Lehet, hogy valami problémát akart ezzel megjeleníteni a rendező, de úgy nem lett. Nem, ott a szereplők lenyilatkozták, hogy ezek a nagyon furcsa, hát hogy nem tudok rá szebb szót mondani, állati a szex jelenetek, ezek a színészektől erednek, tehát ők találták ki, hogy ilyenek legyenek ezek a mozzanatok, mert be akarták mutatni azt, hogy mennyire toxikus az ő kapcsolatuk, Napóleon és Josephine, és hát jobb ötlet hiány, ezt így akarták bemutatni, holott a valóságban Napóleon eszméletlen gyöngét tudott lenni Josephinehez, tehát nem az van, hogy akkor úgy kérdés nélkül magáévá teszi, meg akkor ott ugat, mint egy kutya, hogy na akkor gyere be a gazdának az ágyába, kedvesem, tehát imádja ezt a nőt, szereti, tiszteli, az egyetlen egy igazi nőnek tartja az életében, az anyja mellett, teszem hozzá, aki szintén nagyon kevés szerepet kap a filmben, de
Nem ilyen a kapcsolata a feleségével egész egyszerűen. Nyilván vannak ilyen nagyon szenvedélyes egymásnak esések, de nem így esnek egymásnak, hogy akkor úgy kérdés nélkül úgy oké, egyből megtörténik, aminek meg kell, és akkor lerendezi azzal, hogy akkor jó, a munkám gyümölcse most legyen egy fiú, aztán menj a fenébe. Igen, gyakorlatilag ennyi volt a lényeg. És már rövid a játékidő ezért 20 másodpercben. Hát az még ne menjen vele a 20 másodperc se volt gyakorlatilag. Brilliáns, fantasztikus, hogy a Josephine-es szálnál is például szót ejthettek volna Josephine fiáról egy picit többet, aki később Napóleonnak is tábornoka lett, így viszonylag sikeres karriert futott be, amíg ugye a kettejük közti, és anyja meg a nevelőapja ugye Napóleon örökbe is fogadta. Szóval a kettejük közti viszály kapcsán ő is fel nem mondta a szolgálatot, hogy akkor visszavonul. Szóval ez is egy érdekes szál lehetett volna, hogyha már egyszer a Josephine-es részre fekszenek rá. Na de szerintem kezdjünk bele így kronológikusan, mert csak így csacsogok. Így van. Akkor a továbbiakban itt kronológiailag végigvennénk a filmben történt eseményeket, és akkor megmagyaráznánk azt, hogy mi állja meg a helyét történelmileg. Ami pedig nem állja meg a helyét, az meg vajon miért is kerülhetett be úgy, ahogyan bekerült ebbe a filmbe. Én egyébként személy szerint nagyon örültem, hogy a francia forradalommal nyit a film. Ezt, hogyha láttátok a trailer elemzésünket, ott is kifejtettük, hogy azért Napóleon nem a semmiből jön, mint amit egyébként a marketing is el akart hinteni az emberek fejében, hogy a semmiből jön és meghódítja a világot, hanem ő számára itt a francia forradalom alatt teremtődnek meg a körülmények, és ezeket használja ki könyörtelenül ahhoz, hogy felemelkedhessen. És ezért nagyon jó volt látni Marie Antoinette kivégzését, amivel nyit a film, jó volt látni, ahogyan Robespierre-t lefogják, jó volt látni a vandémieri felkelésnek a leverését, mert ezek szerves részét képezik a napóleoni legendának, és picit megalapozzák az ő karrierjét, és adnak egy olyan szilárd kiinduló pontot, amivel mi már tudjuk követni ezt a karaktert. Ugye Marie Antoinette kivégzésénél itt annyi lenne a probléma, hogy Napóleon nincs ott, amikor 1793. október 16-án a királynét kivégzik, ő akkor már javában Toulon ostromával foglalkozik, viszont dramaturgiailag mégis ez egy fontos szösszenet, hogyha megnézzük a filmnek az egészét, mert itt tudják azt megmutatni ilyen formában, ismét előhozakodva a játékidő szűkössége miatt, hogy Napóleon bár elítéli a királynének a kivégzését, mégis ez alapozza meg az ő karakterét, hogy ott van a forradalomban, innen tud ő kiindulni. És ugye ezt követően már is ott vagyunk Toulon ostrománál, mert ugye a jakubinusok lesznek azok, akiknek a segítségével Toulonhoz fog kerülni, és ott akkor megkapja a parancsnoki posztot, végrehajthatja azt a tervét, amivel az angolokat kiűzik a kikötőből, illetve levelik a royalista ellenállást is. Hozzáfűzni való? Nincs hozzáfűzni való, ugye szokták még mondani, hogy Marie Antoinette-nek a hajviseletese jó, de hát ez apróság. Az apróság, igen. Ugye levágták a haját. Igen, amúgy Josephine-nek is azért volt rövid a haja, ezt a film külön nem magyarázta el, mert az evét is levágták. Így van, mert Josephine-t is ugye börtönbe vetik, és egyébként érdekesség, hogy a férje miatt, akit egyébként 5 nappal Robespierre bukása előtt végeznek ki. Tehát majdhogy nem túlélhette igen, volna a guillotine-t. Igen, és ugye a film azt sejteti, hogy itt az volt a gond, hogy nemesek, de valójában ugye Josephine-nek a férje is a forradalom egyik tábornoka volt nemesi származása ellenére, szóval itt azért ezt nem árt hozzátenni. Így van. Ugye a következő nagy jelenetünk a filmben az Toulonnak az ostroma lenne. Alapvetően a mi véleményünk szerint ennek az ostromnak a bemutatása megállja a helyét történelmileg.
Ugye itt azt látjuk, hogy Napóleon feltérképezi a terepet, parancsokat ad arra például, hogy ágyukat, új fegyvereket öntsenek, illetve ő az, akinek a tervét itt végrehajtják, és ő maga is részt vesz egyébként az erődnek az ostromában. Ami itt nem egyértelmű a film kapcsán, az az, hogy itt a légilett erődjét ostromolják meg a franciák, és szerzik meg. Ugyanis ez az erőd a kulcsa annak, hogy Toulon kikötőjét bevegyék, mert ugye az erődöt megszerezve innen tudják ágyutűz alá vonni a kikötőt, illetve a kikötő előtt állomásozó brit flottát. És az ágyuknak a segítségével tudják őket kikergetni az öbölből, és megadásra késztetni Toulonnak a kikötőjét, illetve városát is egyben. Úgyhogy ez egyébként nagyon hitelesen van bemutatva, ami a nagy egészet illeti, viszont azért itt is felfedeztünk több pontatlanságot. Ugye az egyik, ami mind a mai napig vitatkoznak a történészek, hogy Napóleon lovait meghalt-e, avagy sem. Hát a filmből elég egyértelműen kiderül, hogy meghal, mert eltalálja egy ágyugójó, és hát a lóból nem sok mi marad. Viszont ez egyáltalán nem biztos, hogy így történt meg. Tehát ezen mind a mai napig vitatkoznak, és egyébként a történészek többsége azon az állásponton van, hogy a lova túlélte az ostromot. Ami viszont... Hát megosztott. Itt azért nyugodtan választhatták ezt a megoldást, mert van olyan álláspont, ami szerint nem élte túl a ló. Így van, megosztott, de a többség per pillanat arra hajaszt, hogy túlélte a ló. Ami viszont egyértelmű, és kimarad a filmből, az az, hogy Napóleon itt megsérült Toulon ostrománál. Ezt abszolút nem mutatják. Viszont amit még itt mutatnak, és szintén rendben van, az az, hogy az ostromot követően dandártábornokká nevezik ki. Ez is teljes mértékig rendben van. Igen, az egyetlen előléptetés, amiben van a filmben. Így van, a nagyon-nagyon sok közül, de hát örüljünk, hogy legalább ez az egy megvan. Igen, ugye... Amit fontos, hogy ez egyébként egy nagyon szép jelenet, tehát én azt mondom, hogy öröm volt számomra, hogy nézhettem. Tehát tényleg nagyon jó látni, ahogyan kivitelezik, gyönyörű, ahogyan a hajók itt szépen a hullámsírba süllyednek. Tehát rendben van ez a jelenet, ez egy kerek egészet akar adni, és egyébként egy jó alapot is ad az egész filmnek. Viszont ami innentől kezdve elindul, az lesz, amit már korábban is említettünk, hogy nagyon darabossá válik a film, és igazából mindent nagyon be akarnak mutatni, de semmit sem sikerül igazán. Toulon az egyik ilyen ritka kivétel a filmből, amit úgy helyjel közzel szépen be tudnak mutatni, ahogyan egy ilyen filmtől ez elvárható, még akkor is, ha itt is megtaláljuk a pontatlanságokat. És ugye, amit még itt följegyeztünk pontatlanságképpen, az a létrás akció lenne. Hát Toulon ostrománál előkerülnek a létrák, de itt sokkal inkább az volt a kulcs, hogy ágyuk segítségével veszik be ezt az erődöt, ahonnan aztán majd újra ágyuk segítségével kiűzik a brit flottát a kikötőből. Tehát ilyen létrás akciók, ezek egyébként marha jól mutatnak szintén a filmben, nagyon látványosak, de a valósághoz ennek valami kevés köze lenne. Hát berobbantják a falat, ami ugye még látványosabb. Itt amúgy a filmben is berobbantották a falat, aki figyelt, az láthatta, hogy ott mennek ilyen robbanószeres, vagy puskaporos hordóval, és az fel is robban. Az, hogy ennek ellenére miért létrán másztak be mégis, itt is ugye azt érhetjük tetten, hogy azért egy minimális összecsapottság van a filmben, hogy benn volt a szándék, hogy felrobbantsák a falat, de aztán rájöttek, hogy sürget az idő, sokkal gyorsabb megmászni, mint azt még ott lemodellezni valahol, felépíteni az új díszleteket, meg minden. És hát igen, amúgy a toulon-i csatát én is jóra értékelném. Egy 5-ös skálán hányosra értékelni? Én 4-est adnék neki is. Hát egy 5-ös skálán én egy olyan 4-es felest. Ja, de én az egész jó. Elfogadóbb szoktam lenni. Igen, és azért Toulon kapcsán, meg a többi csata kapcsán is így megemlíteném, hogy egyrészt elég rövidek. A Toulon-i még talán ugye a hosszabbak közé tartozik. Egyértelmű. Ebből a szempontból nem olyan rossz. A másik pedig az, hogy egyik csatánál se jók a látási viszonyok. Ez egy... szintén egy
egy érdekes része ennek a filmnek, hogy vagy sötét van, vagy köd van, de valami mindig van, ami miatt nem lehet rendesen látni. Szóval rendben, csak 900 statiszta volt, de ez mindenképpen egy olyan dolog, ami nem a legszebben volt megoldva. Másrészt ilyen nagy vászlon azért arra számítottam volna, hogy ott azért jobban lehet részletekbe látni, de nem, gyakorlatilag jelentős részben olyanok, mint egy olajfestmény, olyan elmosottak voltak ott is a kisebb részletek. Akkor a következő fontos jelenetünk az Robespierre-nek a bukása volt. Megmondom őszintén, én ennek a jelenetnek is örültem. Ami itt ugye kérdéses és nagyon-nagyon vitatkoznak rajta, az, hogy Robespierre hogyan is sérült meg. Ott nincsen vitának helye, hogy meglőtte magát, vagy valaki más meglőtte, miközben menekülni akart, miután a konventben elveszítette 1794. július 27-én a vitát. Viszont tényleg egy fontos jelenet a filmben abból a szempontból, hogy ezt követően Bara léphet az előtérbe, aki majd a későbbiekben Napóleonnak a pályafutását is egyengeti. Ugye Robespierre-t miután a konventben elveszíti a vitát, ugyanis még szeretné továbbfokozni a jakubinus terrort, másnap társaival együtt kivégzik, és ezzel véget ér a jakubinusok diktatúrája Franciaországban, és elhozza majd a direktóriumnak az uralmát, amely már valóban érdemben is lehetőséget teremt Napóleonnak a felemelkedésre. Tehát ez a jelenet ezért lenne fontos, hogy itt a direktórium és Barának a személye megteremti Napóleon számára a kedvező körülményeket a további emelkedéshez. Az azért szép jelenet volt, amikor a Bará ott megtapogatta Robespierre-nek az arcfontját belülről is. Igen. Sőt, ugye Barának meg Napóleonnak a kapcsolatát azért valamennyire mutatta a film, ugye eleve majd Josephine-nel is, ami a következő lesz, Barának az egyik partiján ismerkedtek meg. Azért ott is voltak eleve ilyen kicsit kifogásolt dolgok azon a partin, például, hogyha nagyon kipixeleznénk a dolgot, akkor ott is van fekete, meg ott is vannak talán, akik inkább ilyen melegnek tűnnek sem, mint normál résztvevőinek az orgiának, vagy hát és nem orgia, az összejövetelnek. Mondjuk alapból ezzel még annyira nincs is baj, mert ha a jakubinusok bukását követő időszakot nézzük Franciaországban, ott egy nagyon komoly fellélegzés van. Ott meglazul a társadalom. Ugye azt követően, hogy majd egy évig nagyon komoly terrorban van a francia társadalom a jakubinusok miatt. Mindenhol az ellenséget keresik, bármilyen mondva csinált okkal perbe fogják az illetőt, kivégzik. Tehát egy nagy feszültség van a francia társadalomban, és a következő években, hogy a jakubinusok elbuknak, egy nagyon komoly lazaság alakul ki. Tehát nem véletlen az, hogy ott partit rendeznek parti hátán, a nők is sokkal lengébben öltözködnek, kihívóbban viselkednek, a férfiak is sokkal inkább felöntenek a garatra, tehát sokkal lazább közeg alakul ki Franciaországban a következő években, és egyébként később a konzulátus idején Napóleonnál pont ezt fogja kiverni a biztosítékot, hogy hát miért kell ilyen lazán élni a franciáknak, meg a nőknek ilyen istentelen módon viselkednie, és ez egyébként majd a Code Civilben is, amit majd össze fog hozni Napóleon az 1800-as évek legelején, ez nagyon komolyan meg fog jelenni. Napóleon és ezt igen, és ezt nagyon komolyan majd le fogja folytatni Napóleon. Tehát ilyen szempontból az, hogy akkor most esetleg a háttérben ilyenek előbukkannak, ez nem probléma az adott időszak keretei közepette. Ezek beleférnek. Barának az ilyen partiai amúgy is viszonylag sokat írtak arról ezeknek az erkölcstelenségéről, hogy mennyire kirívó volt a többivel is, többi közül is, meg ugye hát őt magát is megvádolták homoszexualitással. Szóval azért így van, voltak az ő házatáján gondok, úgyhogy ez nem a film találja ki. Így van. Úgyhogy ennyivel itt megvédhetjük a filmet, kivételesen. Így van. Tehát Barának a partjairól meg külön regényeket lehetne írni. És megismerkednek, Napóleon viszont megismerkedik Josephine-nel.
Így van, és hát egy ilyen partin ismerkedik össze végre a nagy szerelmes pár. Annyi csúsztatás van a történetben, hogy a film ezt úgy adja elő, hogy erre 1794 nyarán, kora őszén kerül sor. Hát a valóságban ez egy évvel később történik meg. Itt megint észrevehetünk egy kis történelmi ferdítést, ugyanis nagyjából az 1794 nyarától 95 nyaráig kora őszéig tartó eseményeket egész egyszerűen kihagyják a filmből, és egy ilyen huszárvágással megoldják azt, hogy a jakobinusok bukása után Napóleon már megismerkedik Josephine-nál, holott ez nem így van, ugyanis 1794 és 95 között Napóleon egyfajta kegyvesztettként működik Franciaországban a jakobinus kapcsolatok miatt, ugyanis, mint ezt a trailer elemzésben is beszéltük Toulon ostroma kapcsán, Toulonnál is az egyik Robespierre fivér Augustin közreműködésével kaphat vezető szerepet, és Napóleon egyébként támogatja is a jakobinusokat, kiáll a jakobinus köztársaság mellett, és emiatt ő kompromitálódik, miután a jakobinusok buknak. Ez egyébként számára egy nagyon nehéz időszak, igen szűkösen él, nem lát maga előtt lehetőségeket, próbálja kikerülni azt a minimális kötelezettséget is, amit egyébként rárónának a hadseregben, mert általában vidékre szeretnék őt kiküldeni, ahol mindenféle, ahogy ő fogalmaz Napóleon, ilyen fölösleges, emelkedés nem biztosító feladatokat bíznának rá. Tehát általában az egészségére hivatkozva ezeket a kötelező dolgokat kikerüli, de mindemellett el is vágják előtte az emelkedésnek a lehetőségét ebben az időszakban. És majd csak 1795 nyarán őszének a fordulóján, amikor megismerkedik valóban Josephine-nel, akkor fog az ő sorsa is kedvezőbbre fordulni, amikor egyébként Bara fel fog rá figyelni nagyon komolyan, és meg fogja bízni azzal, hogy 1795. október 5-én a royalista felkelést Párizsban azt leverje ágyütűs segítségével, amelyet szintén gyönyörűen megmutatnak a filmben pásni tereig. Én kimondottan örültem, hogy ott a felkelők azért kiabálják, hogy a nemzeti konventet kell megdönteni, ez történelmileg nagyon hiteles, mert ez a nemzeti konvent alapozná meg a direktóriumnak a hatalmát, ami aztán 1795-től 99-ig vezeti Franciaországot. Viszont itt azért vannak pici problémák a felkelésnek a bemutatásával. Az teljesen rendben van egyébként, hogy komolyan veszik ott Párizsban a vezetők a royalistáknak a lázadását. Az is rendben van, hogy Napóleon teljes irányítást kér Barától, aki megbízza végül is a felkelésnek a leverésével, ez valóban így történik meg. És a lényeg is egyébként be van mutatva az, hogy Napóleon ezt követően a következő snitben beleágyúz a tömegbe. Azzal van itt pici probléma, hogy azért ezek a royalisták nem voltak annyira fegyvertelenek, ahogyan ezt bemutatják ebben a jelenetben, tehát itt ilyen palackokkal rohangásznak a felkelők, meg hasonlók vannak a kezeikben, tehát nem komoly dolgok, de náluk azért igenis voltak fegyverek, még ha nem is voltak olyan jól felszerelve, mint a katonák, de itt egy picit azért fals a film, de egyébként a felkelésnek a leverése, ami tényleg a lényeget illeti, az úgy szépen be van mutatva, és akkorra van datálva, amikor az valóban megtörtént. Ugye Ridley Scott lenyilatkozta, hogy 6 nagy csata lesz a filmben, ez az egyik, hát ezt inkább mészárlásnak nevezném, semmint csatának a film alapján, meg a valóságban hát is. Hát felvétel szempontjából. Igen. Vannak benne ágyuk meg. Van benne ágyú, lehet, hogy ez már sokaknak csata, de ez inkább mészárlásnak illik be. Ha adott volna a felkelőknek is fegyvert, és azok is lőnek valamennyit, akkor már jobban rá lehetne fogni. Így van, akkor már lehetne fogni, de... Mindegy, én egyébként örültem, hogy ez szerepet kapott, mert Napóleon Toulont követően itt tudja még nagyon-nagyon alapozni a saját karrierjét, és azért ez egy elképesztően fontos állomás az igen, a karrierje szempontjából fontos, úgyhogy jól beletették. Ennek én örültem. És ugye, ami ezt követően jön a filmben, hogy akkor végre megköttetik Josephine-nel a házasság, ez szintén egy komoly pont Napóleon életében. A házasság kötés az igen picit komikusra sikeredik a filmben, és itt ki is térnék egy kicsit arra, hogy azért szerintem indokolatlanul komikus ez a film, tehát nagyon sok vígjátéki elemet
felhalmoznak benne és bemutatnak, olyan esetekben is, amikor teljesen indokolatlan lenne, de erre majd később kitérünk. De pont itt a házasságkötés kapcsán ez működött, mert egyébként a valóságban is, tehát vígjátékba illő házasságot köt Napóleon és Josephine 1796. márciusának elején, mert az ifjú vőlegény nagyjából 2 órát késik a saját esküvőjéről. Ott van a hivatalos jegyző, aki összeadná őket, de hát ő nem tudja kivárni, amíg az ifjú vőlegény késik, úgyhogy szépen elmegy aludni, megbízza a helyettesét, hogy majd ébreszte fel őt, hogyha végre megjön a vőlegény Napóleon, hogy akkor összeadja őt Josephine-nel. De hát amikor Napóleon meg nagy nehezen megérkezik, akkor meg az asztalra csap, hogy na akkor ő azonnal össze akar házasodni Josephine-nel, elnézést sem kér természetesen, hogy késik egy-két órát, és hát szegény helyettese a jegyzőnek, hát nem mer elmenni, szólni a főnökének, hogy akkor össze kellene adni az ifjú párt, hanem ő maga ezt megejti, tehát ilyen szempontból megkérdőjelezhető a házasság érvényessége, mert elvileg a hatályos törvények értelmében a jegyző helyettesének nem lett volna jogköre, hogy összeadja Josephine-t és Napóleont. Másrészt Napóleonnak a tanúja még nem tölti be a tanúskodáshoz érvényes életkort, tehát fiatalabb annál, itt már megint megkérdőjelezhető a házasság. Ráadásul, ami a legproblémásabb, és ezt egyébként nagyon szépen bemutatják a filmben, nevezetesen az, hogy Napóleon és Josephine nem a saját anyakönyvi kivonatát mutatja be a házasságkötéskör. Josephine ugyanis a húgának, a 4 évvel fiatalabb húgának az anyakönyvét mutatja be, aki egyébként szegény meghalt már, és ezzel Josephine egy 4 évet lefarag a saját életkorából, Napóleon pedig a bátyjának, Josephnek az anyakönyvi kivonatát mutatja be, aki 1,5 évet idősebb Napóleonnál, és Josephine, illetve Napóleon között van egy 6 éves korkülönbség, de ezt ők így nagyjából egy 1,5 évre így leredukálják. Nem lett volna egyébként rá szükség, mert ettől függetlenül is összeadják őket, de egész egyszerűen ők soknak ítélték meg ezt a 6 évet, hogy ezt akkor így világgá tárják, és akkor ellenjegyezzék a saját aláírásukkal, úgyhogy egész egyszerűen másoknak az anyakönyvi kivonatát mutatták be. Amit egyébként tényleg nagyon szépen helyesen, amikor felolvassák a születési dátumát Josephine-nek, meg Napóleonnak, ez teljesen korrektül van bemutatva. Ugye sokan egyébként hallottam, hogy ezen felhördültek, hogy de hát a film elején meg mondják, hogy mikor születik meg Napóleon a házasságra, mert akkor miért datálják 1,5 évvel korábbra a születését, de ez pont így történt a valóságban, szóval itt tök korrekt a film. Tehát itt tök jól elviselhetőek ezek a komikus pillanatok, de majd kitérünk rá, vannak olyan részek, ahol ezek nagyon-nagyon indokolatlanok egyébként. Hogy érzed? Mennyire volt Josephine karaktere reális? Napóleonéről már beszéltünk. Mert itt azért egy viszonylag egyszerű nőről van szó, aki maga se tudja, hogy mit akar annyira, és aki, hát azért valljuk be, nem kleopátrai taktikákat bevetve csábítja el Napóleont a filmben, hogy finoman hát fogalmazni. A film alapján igen, Josephine nagyon lényegre térően csábítja el Napóleont, de hogy így mondjam, azért Josephine-ről nem sikerül egy élethű képet alkotni Napóleonról. Ez mondjuk persze megint az én véleményem, de Josephine-nek az érzelmesebb, bájosabb, előkelőbb oldalát nem igazán látjuk ebben a filmben. Nagyon sokat látjuk azt, hogy Napóleonnal veszekszik, nagyon sokat látjuk azt, hogy csak úgy merednek maguk elé, és akkor nem tudják, hogy mit mondjanak egymásnak. Nagyon sokszor veszekszik a férjével, nagyon sokszor elmondja, hogy ő nem akar elválni tőle, aztán a végén egyébként ő mondja ki, hogy váljanak el, ami megint nem volt egy igaz történet, de azt az előkelő nemesi Josephine-t, akit egyébként imád Napóleon, és ezért mondja rá azt, hogy ő az igazi nagy nő az életében, ezt a Josephine-t nem látjuk. Tehát azt a Josephine-t, aki van egy fogadás, és mindenkihez tud 2 jó szót szólni, mindenkinek a nevére emlékszik, illendően üdvözli őket. Ez a Josephine nincs meg a filmben. És ugye Napóleon ezt az oldalát nagyon szereti a feleségének, mert pont, hogy ő meg nem tud így viselkedni. Tehát Napóleon nagyon-nagyon szeretne a régi elit szintjére eljutni,
ami ugye a forradalom előtti nemesi réteget, királyi udvarba bejáratos személyeknek a viselkedését, etikettjét, szokásait jellemezte, de egész egyszerűen ő nem tudja levetkőzni a katona mi voltát. Josephine-nek viszont ez a régi világ, annak a viselkedési módja az természetes, tehát a kis ujjába van minden, és Napóleon ezt imádja benne, és egyszerre egyébként irigyli is tőle, hogy Josephine tényleg elképesztően elragadó tud lenni, rögtön tudja kinek mit kell mondani. Napóleon viszont nem, ilyen téren nem zseniális egyáltalán. És ez az oldala nekem nagyon hiányzik Josephine-nek a filmből. A filmben elég problémás, a valóságban is problémás volt, de nem ilyen szinten, szóval nem így a van. Viselkedése picit egyszerűsítve van egy másik nagyon negatív irányba. Tehát az, hogy ez mondjuk rendben van, mert ez is megtörténik, hogy az esküvőt követően évekig csalja Napóleont egy Charles Hippolyte nevű tisztel, aki egyébként ilyen nagyon-nagyon bejáratos lesz Josephine-ékhez. Ez teljesen rendben van, de hogy akkor erre hegyezzük ki a filmben Josephine-t, és akkor beállítsuk őt egy kurvának, hát jó, tény és való, inkább megcsalta a férjét, mondjuk ezt így, mert nem kurva, mert nem fogad el pénzt a szolgáltatásokért cserébe. Jó, de ez az oldala is megvan Josephine-nek természetesen, hogy megcsalja az ő férjét, de ott van ez az érzelmes, elragadó, elbűvölő oldala is, akiből meg semmit nem kapunk. Tehát így nagyon-nagyon egyoldalú az ő bemutatása, és nekem sok ponton nagyon-nagyon rideg is az ő karaktere. Egyáltalán nem jön elő az a szenvedélyes, érzelmes nő, aki a könnyeivel mindig meg tudja hatni a férjét, igen, és ha sírni kezd Josephine, akkor Napóleon mindent megad neki, és mindent megbocsájt neki az ég egyatt a világon. Ez az a film nagyon hiányzik a filmből, tény és való. Igen, de ne lövünk le minden poént Josephine-nel kapcsolatban. Jaj, nem lövünk le. És úgyhogy viszont következzék a film egyik mélypontja. Tehát itt én igen elfogadóbb, meg megengedőbb vagyok itt a Hubához képest is, de az egyiptomi hadjárat kritikán aluli minden szempontból. Egy ponton azért védjük meg az egyiptomi hadjáratot, hogy ahogyan vártuk, tényleg tök jól néz ki, jó látni a szfinxet, jó látni a piramisokat, baromi jól néz ki a nagy vásznon, ahogyan ágyúzzák ezeket a több ezer éves építményeket, de könyörgöm, jönne a harmadik nagy csata, és a harmadik nagy csata Ridley Scott értelmezésében arról szól, hogy akkor a franciák elsütnek pár ágyút, amelyek eltalálják a gizai piramisokat, és akkor a nagy ellenfél a mamelukoknak a vezére leesik a lóról, és akkor vágás vége a csatának. Tehát ez botrány gyakorlatilag. Mint egy vicc, olyan ez a csata. Igen, igen. És szép az egyiptomi hadjárat, mert jól néz ki, de azzal időt eltölteni, hogy Napóleon mereng a szfinx előtt, akkor mereng egy múmia előtt, amivel nem is tudjuk, hogy mit akar csinálni, számomra egyáltalán nem volt derül egy ki. Ilyen festmény, azt visszaadta. Igen, van egy ilyen festmény, de a filmből nem derül ki, hogy mit akar, tehát most le akarja rúni a tiszteletét, mit szeretne, nem egyértelmű, és emiatt ez az egész hadjárat teljesen feleslegesen veszel a játék időből egy olyan 6-7 percet, és ebből a 6-7 percből is körülbelül 3-4 perc azzal megy el, hogy akkor Napóleon végre szembesül azzal, hogy a kedves feleségét megcsalja, és emiatt akkor hátraadja a hadseregét, és hazatér Franciaországba. Tehát ez egy akkora bődületes hülyeség volt, hogy nálam itt verte ki először nagyon komolyan a film a biztosítékot, hogy nem ezért megy haza Napóleon, hanem azért, mert 1799-ben értesül arról, hogy nagyon komoly politikai változások előszele érinti meg Franciaországot, újra háborúban áll az ország, gazdasági válság köszönt be, társadalmi elégedetlenség van, és Napóleon látja a lehetőséget arra, hogy itt most nagyon komoly babérokat learathasson. Jogosan, és ez ki is van mondva később a filmben, hogy ő úgy megy el Egyiptomba, hogy egy gazdag erős Franciaországot hagy hátra, és akkor mit kap vissza? Egy elszegényedett, háború sújtotta országot. Ebben egyébként igaza van. Másrészt meg az egyiptomi hadsereg úgy elég nehéz helyzetben van, ha nem menthetetlenben. Így ezt van. Egyezzük meg, miután a britek elvágják a tengeri utánpótlást.
Így van, mert az Abukiri csatában még 1798. augusztusának elején a Nelson vezette angol flotta, lényegében véve megsemmisíti a francia flottát, nem tudnak visszatérni a franciák egész egyszerűen, csak úgy a saját hazájukba, ott ragadnak Egyiptomban. És igen, akkor kényszerűen harcolunk jobbra-balra a mamelukokkal, megszerezzük a táborhegyet, Jaffát, stb. De semmi extra nem történik itt, most bocsánat tényleg a kifejezésért, és ebből fakadóan dramaturgiailag nincs helye a filmben. Elveszi az értékes időt mondjuk egy Austerlitztől, vagy egy orosz hadjárattól, vagy attól, hogy esetleg mélyebben bemutassák Napóleonnak a karakterét, az ő hadvezéri zsenialitását, indokolatlan egyszerűen az egyiptomi hadjárat, és az is tök fals, hogy akkor Napóleon megtudja, hogy Josephine őt megcsal, és rögtön haza kell rohannia. Nem tud hazarohanni, az nem olyan egyszerű, mert nincs mivel hazarohanni. Másrészt kényszeredettem, mint egy kis óvodás, ekkor mit csinál, bosszút áll Josephine-en, és akkor ő is megcsalja a kedves feleségét. A valóságban így van. Kedves feleségét, ráadásul egy olyan lányjal, akit aztán majd hátra fog hagyni, amikor végre 1799-ben hazatér. Hát az egyik kisfiának a felesége, és azt éppen nem vitte magával. Így van, de egy helybeli magasrangú vezetőnek a lányát is elcsábítja, az ágyasává teszi, aki lányt egyébként a helyi szokások szerint ezt követően, hogy Napóleon őt hátrahagyja, ki is végzik, még az apja is megtagadja őt. Tehát na, nem túl szép és fényes ez az egyiptomi hadjárat, azt leszámítva, amit a trailer elemzésben is már kifejtettünk, hogy tudományos szempontból tényleg van jelentősége, megteremtődik itt az egyiptológia, de katonailag semmi extra. Igen. Ki lehetett volna nyugodtan hagyni a filmből, és tényleg egy nagyon értékes 6-7 percet lehetett volna másra szánni. De ez itt fölösleges. Igen, nálam teljesen kiveri a biztosítékot ami ez a jelenet. Piramisok csatájáról is elmondható, meg még lesz egy-kettő ilyen. Lényegében láttuk a trailerben, szóval néhány másodpercet tesznek hozzá, max. 1-2 percet. Hát ez meg a másik. Szóval ez... És lényegében csak viszi a költségvetés meg az időt, szóval... És ha már egyszer annyira Ridley Scott a festmények alapján inspirálódott, akkor miért nem látta azt a festményt, ahol a francia gyalogsági négyszögek éppen elhárítják a mameluk lovasságot? Ugye mamelukok általában nem ilyen szakadt népség voltak, akik gyalogszerrel ott kullognak a piramisok előtt, mint a filmben, hanem ugye lovasságukról voltak híresek. Szóval igazán látószögébe kerülhetett volna az a festmény is, és akkor valami reálisabb történik ott legalább. De a film úgy nagyon nem is magyarázta el azt, hogy minek ment oda Napóleon. Szóval így van, hát egy levelet ír Josephine-nek, amiben megemlíti, hogy akkor most el kell mennem Egyiptomba, mert ott majd megverem a britteket, úgy ennyi, de hát egyik pillanatról a másikra ott találjuk magunkat Egyiptomba mindenféle átvezetés nélkül, és itt nagyon érződik az, amit korábban is említettünk, hogy darabos a film, tehát nincsenek szépen átkötve ezek a jelenetek, és itt ez nagyon érződik, mert a házasságkötés után már ott is vagyunk Egyiptomba, és akkor mi van? Nagy a hőség, és akkor panaszkodik Napóleon. Tényleg nagy volt a hőség, tényleg sokat panaszkodott rá, de hát úristen, továbbra is mondom, hogy megspórolhattuk volna ezt a 6-7 percet. Még ha lehet, hogy ott több is. Még ha legtöbb korabeli ábrázolás szerint nem is volt annyira sivatagos a sivatag, mint a filmben. Így van. No. Jó, de ne is vesztegessünk több szót Egyiptomra. Az sokkal érdekesebb és már történelmileg hitelesebb, amit Egyiptomot követően bemutat a film, ugyanis Napóleon értesülve, hogy Josephine megcsalja őt, hazasiet, hát most tisztáztuk, hogy a valóságban azért ez nem volt ilyen egyszerű, de abban teljesen korrekt a film, hogy amikor Napóleon hazatér, akkor kidobatja Josephine-nek a ruháit, és őt el akarja utasítani, válni akar, megtagadni a feleségét. Ez szépen meg van mutatva a filmben, és az is szépen meg van mutatva a filmben, hogy Josephine-nek sikerül visszakönyörögnie magát. Tehát hosszú órákon keresztül ott zokog Napóleon ajtaja előtt, és végül is teszem hozzá Josephine előző házasságából született két gyermekének a segítsége is közrejátszik, de eléri azt, hogy Napóleon őt beengedje, visszafogadja, és Napóleon megbocsát neki, és úgy szereti, mintha mi sem történt volna.
Tehát ez megint korrektül be van mutatva, viszont azért a film nem rejti véka alá azt, hogy Napóleonban mégis ott marad a tüske, nem véletlen az, hogy kurvának nevezi a feleségét, meg többször nagyon megalázóan viselkedik vele, de alapvetően a lényeg itt megint hitelesen be van mutatva, és ezt követően az államcsínynek a lebonyolítását sem érheti túl sok kritika, azért itt egy-kettőt mi meg fogunk jegyezni. Amit itt ehhez nagyon sok kritika volt az államcsíny kapcsán, igen, hogy milyen komikus, meg pont ezt akarnám mondani én is. Tehát ugye itt az államcsínynek a felvezetésére egyébként kellő teret hagynak, tehát itt érezni azt, hogy picit lélegzik végre a film újra az egyiptomi hadjáratot követően, de az, hogy a direktorokat lemondatják, és mindez ilyen komikusan van előadva, hogy az egyik az például nem csinál semmit addig, amíg nem reggelizik, a másik meg csak úgy elfogadja, a harmadik nem is emlékszek már rá, hogy mit csinál, tehát ez olyan komikusan van beállítva, amit egyébként egy vígjáték is megirigyelhetne, tehát tényleg tök vicces a dolog, és jót lehet rajta nevetni, de egy államcsínyről beszélünk, ami meghatározza Franciaországnak a jövőjét, és elvileg egy komoly filmet készítünk, tehát ezt nem volna szabad ilyen keretek között bemutatni, még akkor sem, ha alapvetően hollywoodi filmről beszélünk, és akkor minél szélesebb közönséget el akarunk érni. Tehát ez egy másik olyan szakasza volt a filmnek, ami igen, nálam azért úgy verte megint a biztosítékot, és már állandóan ezt a kifejezést fogom használni. Engem nem zavart. Elfelőtt én szemet hunytam simán. De alapvetően itt megint nem tudom jóra értékelni a filmet, viszont az a jelenet, ami Saint Cloudban lezajlik, amikor Napóleon próbálja az 500-ak tanácsát, a vének tanácsát meggyőzni arról, hogy akkor új vezetőket kell szavazni, új államformát kell kialakítani, ez viszont tök jól úgy zajlott le a valóságban, ahogyan a filmben megmutatják. Tehát Napóleon, amikor bemegy a nagy terembe beszélni a politikusokkal, akkor teljesen összezavarodik, kikezdik őt, és tök egyszerű jogos kérdésekre nem tud válaszolni Napóleon. Tehát olyan, mintha egy ilyen zavarodott kisobodás lenne, és igen, öt szó szerint kidobják akkor a teremből, és az öccse Lucien menti meg a helyzetet, és Lucien valóban eljátsz azt a szimpadias jelenetet, amit a filmben is látunk, hogy akkor azt mondja a katonáknak, hogyha Napóleon valóban rosszat akarna Franciaországnak, akkor ő lesz az első, aki belemártja a kardját. Ez tényleg megtörténik, és ő lesz az, aki meggyőzött mindenkit, hogy akkor igenis be kell menni a terembe, szét kell verni a gyűlést, és szavazásra kell kényszeríteni az 500-ak, illetve vének tanácsát, és megszavazni akkor a konzulátusnak a rendszerét, Napóleon, illetve a másik két konzulnak a vezetésével. Tehát ez viszont teljesen korrektül van bemutatva, természetesen megint az adott keretek között szűkös játékidőt tekintve. Viszont a direktoroknak a lemondatása, tehát az, na, akkor ott nem fogunk egyetérteni, Huba, az nekem túl komikus sikeredett. De mindegy, nem baj, hát kell ilyen is. És ugye, ahogyan megszavazzák Napóleont, mint konzul, utána én nagyon örültem volna annak, hogy láthatjuk Napóleont, az igazi államférfit. Azt az államférfit, aki egy nappal látéve dolgozik, napi 3 óra alvással el van, és mindenre kiterjed a figyelme a legpiszlicsárébb ügyektől a legkomolyabb külpolitikai nagyhatalmi kérdésekig. Tehát csatornákkal foglalkozik, utakkal foglalkozik, szemétszállítással foglalkozik, mindaközben foglalkozik azzal, hogy hogyan kössön békét Angliában, bankot alapít, így van, ez mondjuk benne volt szerencsére, bankot alapít, kiegyezik az egyházzal végre, majd 10 évet követően. Tehát elképesztő munkát végez, és összedobja a kód civilt, a napóleoni törvénykönyvet, amely nagyjából kisebb-nagyobb módosításokkal, de mind a mai napig él és működik Franciaországban, szabályozza annak kereteit.
Tehát elképesztő, hogy mi munkát csinál, és itt tényleg ezt a termékeny, aktív embert megismerhettük volna, aki oda született egy államnak az élére. És nem véletlen, hogy éppen emiatt a konzulátus időszakát tartják messze a legsikeresebbnek a napóleoni pályafutásból, mert elképesztően komoly munkát visz itt véghez. Teszem hozzá, kellett az is, hogy békét tud kötni mindenkivel, tehát 1801-1802-re lezárja a háborúkat. És itt van egy nagyjából 3-4 békés éve, amikor meg tudja alapozni a modern francia államot, hogy így mondjam. Minden jóságát egyébként a francia forradalomnak itt szépen betetőzi, ami pedig úgy csökevényes lenne, nem nyeri el a társadalomnak a tetszését, nem szolgálja éppen az ő érdekeit, azokat pedig szépen elvágja. Tehát elképesztő a munka, amit itt elvégez, ebből viszont sajnos vajmi keveset látunk, pedig ez a munka az, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy akkor őt végül örökös konzullá választják előbb 1802-ben, majd aztán 1804-ben azt mondják neki, hogy akkor jó lenne, ha felvennéd a császári koronát. És a nép egyébként támogatja. A francia társadalom elfogadja, rendben van Napóleon uralmával, elnézik azt, hogy megint van egy kiemelt vezetőjük, akitől egyébként 1789-ben megszabadulnának, ugye 16. Lajostól, de a francia társadalom békére, stabilitásra vágyik, és ezt megkapják itt Napóleontól. Úgyhogy, hogy így mondjam, kimondva kimondatlanul megvan az összhang. Még akkor is, hogyha nem mindenki nézi ezt alapvetően jó szemmel. Igen, hát ugye alapvetően nem az előző rendszert restaurálta Napóleon szóval, hanem ő egy olyan dolog volt, hogy a királyság a tézis, a forradalom az antitézis, ugye pedig a szintézis, ami végül is... Igen, klasszikus, klasszikus. De én tényleg nagyon sajnálom, hogy ebből nem kaptunk egy pár percet. Tehát értelmesebb lett volna, mint az egyiptomi hadjárat, és szebben fel lehetett volna vezetni a császárák koronázást. Jó, császárák koronázásban egyébként különböző merényletkísérletek is szerepet játszanak, szeretnének dinasztiát alapítani Franciaországban, és ugye az, hogy Napóleont megkoronázzák, egyfajta folytonosságot jelentene Franciaország számára, akkor, hogyha bekövetkezne Napóleon ellen egy merénylet, akkor majd lesz egy örököse, aki átveszi és tovább viszi az ő uralmát, ezt a folytonosságot, a megkezdett sikerszériát, hát ez is belejátszik abba, hogy akkor őt természetesen meg akarják császárnak koronázni. És ezzel át is térünk itt a koronázásnak a jelenetére. Ezzel én azt mondom, hogy megint alapvetően nincsen nagy baj. Tehát a lényeg az, hogy Napóleon itt bevonul a Notre-Dame-ba, 7. Pius pápa elől elkapja a koronát, azt a saját fejére teszi, majd aztán Josephine fejére teszi önhatalmulag. Ez teljesen rendben van, ez így történik meg. Annyi pici kiegészítést tennénk hozzá, hogy azért a filmben ezt úgy mutatják be, hogy Napóleon úgy adhok jelleggel felpattan, felkapja a koronát és a fejére helyezi, majd aztán Josephine fejére is. Hát azért a valóságban ez meg volt beszélve előre, hogy akkor ez így lesz, és úgy 7. Pius pápa, akit hát úgy erősen kellett győzködni, hogy akkor Rómából Párizsba menjen, és akkor a korzikai bitorlót megkoronázza, azért úgy nem nézi jó szemmel, de kénytelen, kelletlen, vert helyzetben van Napóleonnal szemben. Ezt el kell fogadnia. Úgyhogy Napóleon tudatosan, előre meg van beszélve, veszi el a koronát és teszi a saját fejére. És ugye itt mond a filmben egy szép beszédet, hogy a sárban találta meg a francia nemzet koronáját, azt ő fölemelte és most a saját fejére helyezi. Ezt nem a koronázáskor mondta el, hanem a koronázást megelőzően, ezzel győzi meg egyébként a környezetét, hogy akkor saját magát fogja megkoronázni ez a végső érve, tehát ez nem a koronázáskor hangzik el. Úgyhogy ilyen két kis megjegyzésünk lenne, egyébként tényleg szép a jelenet. És ugye itt már érintettük egy-két szóval a színésznek, Joaquin Phoenixnek az életkorát, hogy az annyira nem passzol Napóleonhoz. Számomra ez volt az a jelenet, ahol bántóan öreg a színész. Tehát elképesztően, tehát látszik rajta, hogy nem egy életerős, hatalma csúcsán levő 35 éves ember játsza Napóleont, hanem egy majdnem 50 éves színész. Tehát ezen a jeleneten számomra nagyon-nagyon érződik, hogy túl öreg ehhez Joaquin Phoenix. Sajnos, de
ez nem von le gyakorlatilag nagyon semmit a jelenetnek az érdeméből. És ha már emlegettük a komédiát is, én mindenképp itt szeretném megjegyezni, hogy ha már pici komédiát szeretnének a filmbe csempészni, akkor a koronázás az egy tök jó alkalom lett volna hozzá. Tehát itt olyan dolgok kavarodnak és derülnek ki, hogy úgy az ember eldobja az agyát, hogy ilyen megtörténhet. Tehát például 7. Pius pápa teljesen abban a hitben van, hogy Napóleon és kedves felesége Josephine egyházi esküvőt is kötöttek. Hát a koronázás előtti este derül ki, hogy nem kötöttek egyházi esküvőt, csak sima polgári esküvőt. És ekkor 7. Pius kijelenti, hogy akkor ő nem adja áldását a koronázáshoz, mert ő csak ahhoz tudja adni, amit Isten előtt megkötnek. Úgyhogy a koronázás előtti éjjel úgy nagy hirtelen akkor tartani kell egy egyházi esküvőt, festbíboros összeadja Napóleont és Josephine, de mondjuk tanúk megint nincsenek, úgyhogy megint megkérdőjelezhető ennek is az érvényessége, vagy ahogyan egyáltalán ráveszik 7. Pius, hogy akkor tényleg Párizsba utazzon, és akkor Napóleon koronázását jóvá hagyja egyházügyileg, tehát ebből is rengeteg komikus jelenetet lehetett volna kikerekíteni, hogy Napóleon elrendel egy vadászatot annak érdekében, hogy akkor meglephesse 7. Piuszt, akit rákényszerít ezzel, hogy útközben a sáros úton kilépjen a hintójából, és akkor a cipőjét meg a ruhája szegélyét összesározza, és Napóleon ezzel is jelezni akarja, hogy akkor mennyire a pápa felettel, tehát gyönyörű komikus jeleneteket lehetett volna ebből kreálni, amelyek passzoltak volna egyébként a sztorihoz az én véleményem szerint, vagy egyébként az, amit nagyon szeretek mindig kiemelni, hogy Napóleonnak a húgai voltak eredetileg megbízva azzal, hogy Josephine-nek, a feleségének az uszáját azt vigyék és kísérjék be így a Notre-Dame-ba. Óriási családi botrány van ebből, hogy a húgok nem akarják fogni Josephine-nek az uszáját és bekísérni a bátyjuk feleségét így a Notre-Dame-ba. Tehát ez is megért volna egy misét, ahogyan 14. Lajos állítólag mondta, vagy nem mondta. Amúgy a Napóleon féle család az ugye egy megint egy külön történet, hogyha még azt is betették volna, hogy jobban, az megint dobott volna a játékidőn még egy órát minimum. Így van. Hát igen, ha Napóleon családját belerakják a filmbe, az mindenképpen erősítette volna a filmnek a komikus vonalát. Tehát Napóleon testvérei, hogy így mondjam, sok esetben kritikán aluliak, tehát főleg Joseph vagy éppen Louis. Minden, amihez hozzányúlnak, az valamilyen módon kisebb katasztrófával végződik, tehát abszolút nem a bátyjukra ütnek, és a húgai is olyanok, hogy szeretnék a semmire a hatalmas nagy címeket és vagyonokat a bátyjuk hátán felkapaszkodva, tehát tényleg nagyon-nagyon komikus a család. Egyetlen egy kiemelkedő figurája van, aki azért kap 2-3 jelenetet a filmben nagyon rövid ideig, az Letícia lenne, Napóleonnak az édesanyja. Aki nem ismerte fel, az nem ő hibázott, mert külön nem mutatták be nagyon. Nagyon nem foglalkoznak vele, de ő lenne Josephine mellett az a nő Napóleon életében, akit feltétel nélkül tisztel és szeret az édesanyja. Egy nagyon-nagyon határozott, igazi olasz temperamentumú nőről van szó, aki mindenről karakán módon megmondja a véleményét, és tényleg amit szeretne, azt ő úgy el is ér az életben. És ő kimondottan nem szívleli Josephine-t. Egyébként ez az egész családra jellemző, hogy nem kedvelik Josephine-t, egész egyszerűen nem tartják jó partinak Napóleonhoz, azért mert elvált, azért mert olyan az előélete, amilyen, azért mert 6 évvel idősebb Napóleonnál. Tehát ők folyamatosan fúrják Napóleonnál a feleségét, és minden szálat megmozgatnak annak érdekében, hogy Napóleon végre elválhasson Josephine-től. És itt van is egy nagyon furcsa jelenet a filmben, amit igen, korábban már Hubait kitért rá, hogy bizonyítja, hogy hát Napóleon úgy zavarban van a nőkkel, de miért kellene zavarba lenni a nőkkel, mikor halomra szedi egyébként a valóságban a szeretőket. Van egy jelenet, amit az anyukája intéz el Napóleonnak, nevezetesen egy Eleonor nevezetű fiatal 18 éves lányt,
beraknak Napóleon ágyába. És ugye itt anyukája, Letícia mama, ahogy a Napóleon hivatkozott rá, ezt azzal indokolja, hogy akkor most ezt a fiatal lányt magáévá kell tennie Napóleonnak, hogy akkor kiderüljön, hogy ő a meddő, vagy Josephine. Mert ugye, ha teherbe tudja ejteni ezt a fiatal lányt, akkor Napóleon tud gyereket nemzeni, Josephine a meddő, válni kell. És itt jön ez a megint nagyon komikus jelenet, hogy Napóleon besétel a hálószobába, látja, hogy ott fekszik a lány, és akkor szépen, mint egy szégyellős kisfiú, elfújja a gyertyákat, és hát megtörténik, aminek meg kell történnie, és ebből igen születik egy fiú. Hát dramaturgiailag azt mondom, hogy úgy elég sok játékidőt megspórolnak ezzel a jelenettel, tehát el tudom nézni a hibáját, de alapvetően ez marhára nem így történik meg, tehát Napóleonnak nem kell ilyen módon nőket kerítenie, pláne nem az édesanyjának. Egyébként ez az Eleonor nevezetű lány, ez valóban Napóleon szeretője volt, de hogy így mondjam, Eleonor magának megcsinálja az utat Napóleon ágyába, és valóban születik egy gyermekük, egy bizonyos Leon, tehát ez is bizonyítja azt, hogy nem Napóleon a meddő, hanem Josephine, de ez nem így van a valóságban, hogy Letícia mama keríti oda ezt a fiatal hölgyet a fiának, hogy na akkor már legyen gyereked, és derüljön ki, hogy ki a meddő, vagy ki nem a meddő. No, tehát ez megint egy picit ilyen komikus, fiktív jelenet volt, de tényleg dramaturgiailag ezt én egy jó megoldásnak tartom, meg ez egy kisebb, bocsánatos bűn, igen, ha már történelem hamisításról beszélünk. Karakternek egyáltalán nem tesz jót, hogy hát a ismét csak egy életképtelen Napóleon, akinek a mamukán, hogy segítsen megoldani a nagy kérdést. A karakterre ez nincs jó hatással, tény és való. Ugye, ha beszélünk egy picit Napóleon karakteréről, nagyon szélsőséges figuraként ismerhetjük meg őt a filmből. Látjuk azt, hogy igen, nyugodtan ott van egy austerlici csatában, látjuk azt, hogy megilletődött egy tuloni ostromnál, látjuk azt, hogy bátortalan a nőkkel, látjuk azt, hogy a piszlicsári ügyeken kiakad és tombol, hús darabokat dobál a saját feleségének az asztal fölött. Látjuk azt is, hogy mit tudom én úgy egy gazdaként az ágyába parancsolja a feleségét. Tehát tényleg rengeteg oldalát látjuk Napóleonnak. És egyébként ezek, hogy így mondjam, rendben is vannak, mert tényleg egy nagyon extrém figuráról van szó Napóleon személyében. Tehát aki egyébként nem is tudna így viselkedni, az nem is érhetne el egyébként ilyen sikereket az én véleményem szerint. Viszont itt jön megint be az, hogy mennyire darabos a film, és nem tudja ezeket a dolgokat összekötni. Mert valóban elképesztően hisztis tudott lenni ez a férfi, valóban zseniális tudott lenni, valóban elképesztő a munkabírása, sokkal gyorsabban átlát szituációkat, mint bárki más, nagyon szenvedélyes, nagyon érzelmes tud lenni, de tud egy seggfe is lenni, de a filmben ez úgy néz ki számomra, mintha egy skizofrént látnánk, aki hol egyik személyiségéből a másikba ugrik, mert nincs átkötve szépen normálisan. Nem látjuk, hogy ő okos lenne, ügyes lenne, jó stratéga lenne, jó vezető lenne. Ahogy az előbb mondtam, egyszerűen nincs karizmája a filmbéli Napóleonnak. Hát igen, sajnálatos módon ez is fakad abból, hogy nem kötik össze ezeket a szálakat a filmbe, és igen, hiába is mondja azt mindegyik, az összes színész, a rendező, az író, producer, mindenki, hogy őket komplex Napóleont mutatnak be, nem sikerül, mert az nem mutat be komplexen egy karaktert, hogy az egyik jelenetben olyan, mint egy óvodás, a másik jelenetben anyukája rendez neki nőt, a harmadik jelenetben meg igen, katonai zseninek akarjuk beállítani. Tehát nem férnek össze így a szálak. Ezeket össze kell kötni. Ez nem történik meg, és tényleg ezért kelthet ilyen számomra skizofrén benyomást ez a Napóleon figura. Holott tényleg ezek az oldalai megvannak az igazi Napóleonnak, de szálak hiány ez nem fog kidomborodni egész egyszerűen, és nem vagyok benne biztos, hogy ez a 4 órás verzióban is majd látszani fog-e. De majd meglátjuk ezt. Igen, és az erényeit jóval kevéssé támasztotta alá a film, mint a gyengeségeit.
Így van, hát igen, erről is beszélgettünk a trailer elemzés kapcsán, hogy Ridley Scotték alapján nyilatkozatai szerint deheroizáló lenne a film. Hát, hogy így mondjam, ez azért sikerült picit, mert nem az a karakán karizmatikus, te szavaiddal élve karizmatikus Napóleont kapjuk, aki a valóságban volt, hanem sokszor tényleg egy ilyen nyűgös óvodást, akitől elvették a nyalókát, és akkor most hisztizik. Tehát picit gáz. Térjünk rá a film egyik csúcspontjára, az Austerlitz-i csatára, amely a napóleoni életműnek is az egyik legfontosabb pontja lenne. A filmben ez a csata látványos, elképesztően jól néz ki, öröm a szemnek, tehát tényleg jó nézni és látni végre ezt a csatát nagy vásznom. Hát, viszont igen, a lényeg sajnos a csatából lemarad. Nagyjából a csatának csak egy szeletét láthatjuk ebben a filmben, nevezetesen azt a részét, amikor a csatatér déli pontján zajlanak az események. Ugye a franciák, amikor felállnak szembe az Egyesült Orosz-Osztrák seregekkel itt 1805. december 2-án, akkor Napóleonnak az a taktikája, hogy a saját jobb szárnyát szándékosan meggyengíti, mert ezzel azt akarja elérni, hogy majd ezt a gyenge jobb szárnyát meg fogják támadni az oroszok és az osztrákok. Ez egyébként meg is történik a valóságban, és ezt a pillanatot használja ki Napóleon arra, hogy középről egy nagy erejű támadást indítson az Egyesült Osztrák sereg, osztrák-orosz sereg ellen, és középütt, ahol már meggyengül ekkora az ellenfél, ketté szakítja a soraikat, bekeríti őket, és megadásra kényszeríti a seregeket. Viszont ugye mindeközben a francia jobb szárnyat támadják az oroszok, illetve az osztrákok, és a filmben is ezt a jelenetét láthatjuk, mozzanatát ennek a csatának, és itt úgy van bemutatva, ami helyjel közel egyébként rendben van, hogy ezt a gyengébb jobb szárnyat megtámadják az oroszok, illetve az osztrákok, viszont ugye Napóleon elindítja az egyesített lovasságot, illetve gyalogságot, és ezek oldalba támadják a rohamozó osztrák-orosz seregeket, és kiszorítják őket egy hatalmas nagy tóra, amelyet aztán Napóleon parancsára a francia tüzérség ágyú tűzbe borít, és feltörve a jeget hullámsírba küldi a seregeket. Ez úgy helyjel közzel a valóságban is, ennél a szakaszánál a csatának így történik meg. Viszont azért vannak itt elég komoly pontatlanságok, nevezetesen az, hogy itt a filmben egyetlen egy hatalmas befagyott tavat látunk. A valóságban itt kisebb tavak voltak, kisebb tavak sokasága, tehát ez így már terepszinten nem korrekt. Másrészt, amit nagyon problémás, az az, hogy a film úgy mutatja be, hogy gyakorlatilag itt az egész ellenséges hadsereg hullámsírba merül, belefullad a jeges tóba. A valóságban nagyjából a források tanúsága szerint olyan derékig melkasig ér a víz, és a katonák többsége ki tud mászni ezekből a jeges tavakból, és igazából nincsen kedvük már nagyon menekülni, mert fáznak, elegük van mindenből, és örülnek annak, hogy fogságba esnek. Viszont a filmben úgy mutatják be, hogy az egész ellenséges hadsereg itt hullámsírba merül. Jó, tehát itt megint nagyon sokat ferdít a film a késztényeken, és ugye a valóságot azért az is alátámasztja, hogy a csatatéren nem igazán találnak halottakat. Igen, találtak talán 2-3 embert, meg lóból mondjuk többet, ugye így halottként a tavakban, szóval a tavaknak nem volt akkora jelentősége, meg az a, amúgy mondta, hogy nagyon látványos, nagyon szép ütközet volt, ehhez képest az, hogy egy ilyen sátortáborban zajlott a fele a filmen, az egy nagyon olcsó megoldás volt szerintem, egyfelől, mert a valóságban nem egy sátortáborban zajlott, másfelől, meg ugye ezzel nyilván a statiszták hiányát, vagy viszonylagos hiányát akarták leplezni, csak úgy minden rossz látási viszonyokkal. És az, hogy egy tó volt, az abból is fakadt, hogy a filmben a csaták nem azon a skálán mozognak, mint a valóságban. Szóval a valóságban ezek sokkal szélesebb fronton zajlottak. Szóval nem egy ilyen könnyen belátható csatamezőn, ilyen sicsúgy
ilyen gyorsan. Például ugye Napóleon a filmben kézjelekkel lekommunikálja a parancsait, valóságban írott parancsokat küldött futárral. Így szóval van, ez is azért mutatja, hogy a távolságbeli, meg a különbségeket, meg az időben sem annyira hirtelen zajlott. Tehát minden. Itt egyszerűen fogalmazva egy szűkített csatateret látunk, egy szűkített változatát az Austerlitz csatának. A valóságban több kilométer hosszú vonalakról beszélünk, ahol nem hallja, nem látja mindenki Napóleont, ezért igen, a seregnek nagyon fontos részét képezik a futárok, akik egy nappal átéve rohangásznak jobbra-balra, és viszik a parancsokat, hogy összehangolják a mozdulatokat. Hát itt azért vannak igen jelelések, lámpákkal, meg satöbbikkel, meg kézjelekkel, de hát ezek egy ilyen szűkös teret be tudnak fogni, a valóságos nagy csata teret viszont nem, de hát itt jön be az, hogy ez ráfért egy mozivászonra, mondjuk egy 5 kilométeres frontvonalat, igen, nem biztos, persze, hogy rá tudunk varázsolni egy mozivászonra. Persze, hát ennyit lehetett megoldani, nyilván ennyi statisztával az is hozzátartozik, azért rá lehetett volna fejleszteni nagyobbat is, csak ugye az még több pénz. Így van, de alapvetően amit mutatni akarnak, az korrekt, kellően látványos, jó a szemnek, történelmileg azért vannak vele bajok. Igen, igen, és a harcászatot se annyira értik meg, itt azért már jobban látszik, mint az előző kis apróság, például Tulanostrománál látszott, hogy azért vannak itt gondok, hogy a lövészárokból hirtelen felpattannak a francia gyalogosok, és úgy rohamoznak, szóval ez ilyen első világháborús dolog. Igen, igen. Meg hát számomra az is kérdéses, hogy egy ilyen nagy nyílt terepen letáborozik a sereg, még ha csak egy része is, és akkor gyakorlatilag ott vannak, hogy akkor lőjetek már halomra minket, meg körülbelül ezt a benyomást keltik a franciák. Mondjuk tény és való, hogy ezzel oda csalják az oroszokat, meg az osztrákokat, de nem hinném, hogy ez egy olyan életszerű taktika lenne, hogy ott nyugodtan táborozgatunk a semmi közepén. Igen, miközben az erdő, meg a hegyek teljesen adják magukat, hogy onnan bármikor tüzelhetnek ránk. Igen, alakzatokat nem használnak az austerlitzi csatánál, manőverek nagyon szükösen vannak. Egy igazi manőver van, amikor oldalba támadják az orosz-osztrák sereget a franciák, és rászorítják őket a tóra. Korabeli harcászati elveknek a betartásáról szó sincs. Szóval... Haladnánk akkor tovább kronológiailag, viszont itt most megint problémákba ütközünk. Ugyanis ha a film kronológiáját követjük, akkor Josephine és Napóleon válása következne, ami nem az austerlitzi csatát követően történik meg. Itt a filmben ez nincs egyértelműen kimondva, ha jól emlékszem, de valamikor így 1806 és 1807 fordulóján történik meg Josephine és Napóleon válása. Hát a valóságban ez 3 évvel később zajlik le. A válásnak a bemutatása az nagyon-nagyon távol áll a valóságtól. Ugye egy Josephine mondja ki azt, hogy jó, akkor válni kellene. A valóságban szó sincs ilyenről. Napóleon az, aki kimondja, hogy itt vége a házasságnak, mert ő, ahogyan fogalmaz, egy anyaméhet szeretne feleségül venni. Ugye Josephine nem tud neki gyereket adni, Napóleon így nem tud dinasztiát alapítani, biztosítani az örökségét, ezért a francia érdekekből, saját érdekeiből is természetesen el kell válni a feleségétől, és az 1810 januárjának elején történik meg hivatalosan, a film szerint ez 3 évvel korábban. Jó, úgyhogy itt egy nagyon komoly sorrendfelborulást láthatunk, ami a kronológiát, az események menetét illeti. Ami itt fontos, és ezt igen nagyon sokan megütközve nézték, hogy a válás közben, bocsánat, nem esküvő van, már válnak, hogy válás közben Napóleon megpofozza Josephine-t. Hát ilyen biztos, hogy nem történt meg. Jó, Napóleon annak ellenére imádja, szereti ezt a nőt, hogy kénytelen tőle elválni. És nem találunk arra komoly bizonyítékokat, hogy egyébként bármikor is kezet emelt volna Josephine-re. Jó, tehát itt, hogy így mondjam, szerintem csak drámaibbá akarták tenni ezt az eseményt, és úgy hangot adni annak, hogy akkor jó, nehéz ez a válás, és kényszer hatására teszi meg ezt a két figura, de ezt követően is majd természetesen együtt fognak maradni, amit egyébként be is mutat a film.
Jó, tehát itt nagyon borul a sorrend, és rögtön a válást követően ugrunk a Teal City békére, 1807 közepére, amely békét Napóleon első Sándor orosz cárral köti meg. De, hogy így mondjam, dramaturgiailag mégis helyet tudunk engedni annak, hogy akkor Napóleon és Josephine válása megelőzi a Teal City békét, ugyanis itt már Napóleon ajánlatot tesz első Sándor cárnak, hogy valamelyik húgát elvenné feleségül, ugye vagy Katalint, vagy a kisebb húgát, Annát. Nagyon szívélyes egyébként itt a kapcsolat Napóleon és Sándor között, annak ellenére, hogy ez az oroszok részéről inkább csak látszat, mert ők azért nagyon megalázónak tartják azt, hogy akkor egy ilyen jött-ment korzikai megveri őket, és egyenrangú félként kell őt kezelni, de mivel legyőzöttek, azért eljátsszák ezeket a tiszteletköröket. Igen, szóval így a film nem hangsúlyozza ki, hogy ez a béka azért köttetik, mert győztek lényegében így az orosz haderő fölött. Visszatérve Sándornak a húgaira, ugye Napóleon itt megkéri mindkettőnek a kezét, amit Sándor elutasít. Ugye Katalint már odaígérte egy főhercegnek, Anna viszont még nagyon-nagyon fiatal ahhoz, hogy házasságot köthessen. Viszont ezt Napóleon majd a későbbiekben, amikor egyébként a rendes válása a valóságban 1810-ben megtörténik Josephine-nel, akkor kéri meg Sándortól a két húgának a kezét, hogy valamelyik ugyan már menjen hozzá, de ezt Sándor akkor is elutasítja a valóságba természetesen, viszont ez a későbbiekben alapot ad Napóleonnak, hogy erre hivatkozva is elindíthassa az 1812-es orosz hadjáratot. Tehát, hogy így mondjam, picit így megalapozzák az orosz-francia konfliktust, ami majd kicsúsosodik az orosz hadjáratban. A másik, amit furcsa volt, picit okafogyott, megint nincs kontextusba helyezve, az, hogy egy fél mondat erejéig megemlítik a kontinentális zárlatot. És most egy olyan néző, aki nincsen képben a napóleoni korszakkal, meghallja azt, hogy kontinentális zárlat, és megint vakarja a fejét, hogy akkor ez most mi és honnan kerül ide, és nagyon sok ilyennel tele van egyébként a film, hogy nincsen történelmileg kontextusba helyezve. Ugye ez a kontinentális zárlat arról szólt, hogy 1806-tól Napóleon arra utasítja Európát, hogy zárják el a kikötőiket Nagy-Britannia elől, ne engedjék be az angol árukat a kontinensre. És itt a Teal City békében egyébként első Sándor cár is válja, hogy akkor vállalja, hogy az oroszok se fognak angol hajókat beengedni az orosz kikötőkbe. De ezt úgy jó lett volna egy fél mondatig megmagyarázni, hogy akkor mi is ez a kontinentális zárlat, meg miről szól, ez megint így kimarad, és akkor jó, oké, Sándor, csatlakozol a zárlathoz. Persze, csatlakozok, szent a béke, puszi jobbról balra, isszuk a jó bort, és úgy ennyi. Tehát, és gyakorlatilag később se köszön vissza nagyon a kontinentális zárlat, tehát ez megint egy olyan történet, hogy kihagyható lett volna, és spórolunk vele, hát jó, nem sokat, két mondatot összességében, de itt megint hiányzik a kontextus. Szóval nagyon sok ilyennel tényleg tele van a film, ami nem tesz jót neki. Hozzáfűzni való? Azért mégiscsak orosz békehuba. Jó, akkor megnézzük kicsit Mária Luizát és Napóleonnak az igazi törvényes fiát most már. Napóleonnak egyébként több gyermeke is születik, ugye egyrészt ettől az Eleonortól, akit már emlegettünk, másrészt a lengyel feleségétől, ahogyan sokan hivatkoznak rá, Mária Walewskától is születik egy fia. Viszont ugye mindkét gyerkőc házasságon kívül jön a világra, úgyhogy a Mária Luizával kötetett házasságot követően fog Napóleonnak a törvényes gyermeke is utódja megszületni. Mária Luizáról annyit kellene tudni, hogy ő első Ferencnek lenne a lánya, akit 1809-et követően, illetve azt követően, hogy Napóleon elválik Josephine-től, kényszerűségből hozzáad Franciaország császárához. Mária Luizát egyébként olyan légkörben nevelik fel, hogy Napóleon gyűlölni kell utálni, és egyenlő a sátánnal. Viszont amikor kiderül az, hogy az édesapja Napóleonhoz szeretné őt adni, akkor nagyon-nagyon felnőttesen és bátran vállalja ezt a sorsot,
és miután megismeri Napóleont, és megköttetik a házasság, egyébként, hát nem sokáig, egy 4 évig, de valóban ki fog Napóleon mellett tartani, meg fogja őt kedvelni, és azt is mondhatjuk, hogy valóban szereti őt. Viszont ahogyan majd Napóleon bukni fog, és Mária Luizát hazaviszik Bécsbe, meg majd másokkal köt házasságokat, hát természetesen nagyon gyorsan el is fogja felejteni Napóleont. Viszont ő lesz az, aki tényleg egy törvényes utódot fog adni a császárnak, a becenevén a Sasfiókot, és ez egyébként szépen meg is jelenik a filmben, hogy akkor na, végre volt értelme annak a sok húzavonának, meg Sidney szegény Josephine-t, hogy meddő, hogy na, akkor végre itt most Napóleon megkapja az utódját. Annyi pici probléma van itt a Mária Luizás jelenetben, hogy Napóleon nem ilyen körülmények között találkozik először Mária Luizával, hogy oda vezetik hozzá egy jól fűtött palotába, hanem Napóleon nagyon-nagyon türelmetlen, és elébe megy Mária Luiza kíséretének, és meglepi őt útközben, miközben Mária Luiza Párizs felé tart, és egész egyszerűen megállítja Mária Luizának a hintóját, bemászik oda, és akkor végre találkozhat feleségével, aki bármi meglepő, ekkor már a felesége. Na ez is hogy kerekedhet ki? Hát úgy, hogy a korabeli viszonyok közepette megengedett volt az a sztori, hogy akkor képviselők által is házasságot köthessenek a felek. Tehát Napóleon és Mária Luiza hivatalosan már korábban, hogy megismerték volna egymást, képviselők által házasságot kötöttek. Úgyhogy tényleg, mint a felesége, úgy köszöntheti Mária Luizát Napóleon. És hát még ezen az estén hát meg is történik az ágyban minden, aminek meg kell történnie. Annak ellenére, hogy fizikálisan őket ekkor még nem adják össze, de nincs ezzel probléma, hogy képviselők által már meg van kötetve a házasság, úgyhogy igazából minden rendben van e téren. Jó, tehát ennyi kis ferdítés van a filmben, de ez olyan, hogy minden másnak a tükrében ezen már mi nem akadunk ki. És akkor jöjjön, aminek jönnie kell, az orosz hadjárat. Fó, és akkor igen, jöjjön az egyik legkeményebb fejezete a napóleoni eposznak, az orosz hadjárat. Hát igen, nagyon egyszerűen van elintézve ez a hadjárat is a filmben. Nem is tudom, hogy van-e bármi konkrét ok kiemelve, mert már nem emlékszek rá, megmondom őszintén, hogy mivel magyarázzák a filmben, hogy most Napóleonnak nagyon-nagyon meg kell támadni az szerintem oroszokat. Szerintem a kontinentális záratot nem tartják be, hogy valami ilyesmit említenek. Igen, valami ilyesmi dereng nekem is, meg ugye az, hogy akkor Sándor kikosarazza Napóleont, és egyik ugát se kapja meg. De tény és való, hogy rögtön ott vagyunk az orosz hadjáratban. Ami furán indul, azzal indul ugyanis, hogy a Moszkva felé vonuló sereget kozákok támadják. Ezzel azért egy olyan probléma van, hogy a kozákok alapvetően a francia sereget a kivonuláskor támadták rendszeresen, nem a bevonuláskor. A bevonuláskor az volt a taktika, hogy mindenki eltűnik a francia seregek elől, ugyanis ezt a klasszikus évszázados taktikát alkalmazzák az oroszok, hogy felperzselik a földet a francia seregek előtt, és húzzák be őket nagyon mélyen Oroszországba egész egyszerűen. És hogy így mondjuk, vannak csaták természetesen, de majdhogy nem akadálytalanul nyomulnak előre a franciák egészen Moszkva előteréig, ahol azért végül is kénytelen, kelletlen az oroszok belátják azt, hogy azért Moszkvát mégsem adhatják úgy csak oda harc nélkül a franciáknak, úgyhogy Kutuzovnak a közben járására végül is azt mondják, hogy akkor csatát fognak vállalni Moszkva előtt, Borodjino mellett, de egészen eddig komoly csatározások nincsenek, de azért mindenki érzi orosz részről, hogy Moszkva azért teljesen más, és nem adhatják oda csak úgy visszavonulással. Jó, úgyhogy Borodjinónál csatát vállalnak az oroszok végre a franciákkal. Hát nyugodtan mondhatjuk ezt így, hogy az oroszok döntik el a csatát, mert Napóleon már júniusban, amikor belép Oroszországba, csatázott volna az oroszokkal, de ezt az oroszok húzzák, halasztják egészen 1812. szeptember 7-éig, amikor Borodjinónál az addigi történelem legvéresebb csatája lezajlik, és majd 100 évet kell várni a következő hasonló kariberűen véres csatára, majd az első világháború csatái fogják túlnőni a Borodjinó csata vérengzését. Itt azért ugye voltak így a komment szekcióban is viták, és
Ugye valóban azt figyelembe kell venni, hogy az egy nap alatti veszteséget nézve számít ugye az egyik legvéresebb csatának. Szóval, nem, szóval hogy hosszabb csatákkal nem jó ebből a szempontból összehasonlítani. A másik pedig az, hogy az addigi legvéresebb, azért ott is volt a második punháborúban is egy Kanné például. Szóval nem állítanám azt, hogy annál véresebb lett volna. Így van itt ugye... 44 ezer orosz, meg 30 ezer francia, vannak más becslések is, tudom. Így van, tehát így az sem mind halt meg, szóval ebben benne vannak a sebesültek is. Így van, de úgy nagyjából ugye ez a 70-75 ezer fős veszteség, amit egy szűk 12 óra alatt elkönyvelhető, ez kirívóan magas, igen, tehát igen. Abban azért a nagy többség egyetért, hogy ugye egy ilyen keretrendszerben, hogy egy egynapos csatában értelemszerűen ez az addigi legmagasabb számadat. Aztán ezt majd jócskán a későbbi csaták túl fogják nőni természetesen. Hát nagyon sok nem nevi túl, amúgy szólt. A Szommi csata első napja, amit ugye a legvéresebbnek tartanak, ott a britek elvesztenek 60 ezer embert, abból 20-valahány ezer talán meg is hal. De mondom, hát az ott az ókorban azért egy Kanné az is hasonló nagyságrendben mozog. Ott is egy 50 ezer fő fölött volt a rómaiak vesztesége. És ugye nagy részt ők halottak. Jó, hát akkor ebben nem értünk egyet, maradjunk ennyiben, jó? Jó, na, ígértük nektek, hogy ki fogjuk azért vesézni nagyon részletesen azt a hatodik csatát, amire a trailer elemzésben nem jöttünk rá, hogy melyik lesz. Hát a Borodyinói ez a hatodik csata, amire nem jöttünk rá egész egyszerűen. Hát és nem is csoda, mert olyan elemeket mutattak az előzetesből, meg a készfilmbe is olyan elemek kerültek a Borodyinói csata kapcsán, hát amelyek köszönő viszonyban nincsenek a valósággal. És hogy így mondjam, ez a Borodyinói csata is kb. Egy 30 másodpercből le van rendezve a filmbe. Ja, igen. Elképesztően rövid. Borzasztóan is néz ki az a szánalmas... abszolút CGI felvétel, ott fölülről, meg kicsit közelről, de akkor meg Napóleon rohamozott a így van, szabjájával. A szánalmas kifejezés az gyönyörű rá. Tehát igen, egy Napóleon szabjával vezeti a hadseregét a Borodyinói csatába. Egy, Napóleon nem tud csatában normálisan lovagolni. Kettő, ő nem vezet csatát ekkor már személyesen, mármint úgy, hogy rohan az első sorban, és akkor nekiugranak az ellenségnek, szó sincs erről. Napóleon távolabb a csatatértől foglal helyet, egy magaslatról nézi végig gyakorlatilag az egész ütközetet, mászkál ott a vezetői közepette, leül időnként a székére, hogyha arra téved valami lövedék, azt félrerúgja, ezzel szórakozik egész nap, és próbálja kitalálni azt, hogy akkor hogyan lehetne az oroszokat megverni. Ő nincs ott gyakorlatilag a csatatéren, ezt ekkor már hosszú évek óta neki meg se engednék, még akkor sem, ha ő ezt szeretné. Jó, tehát nagyon-nagyon ferdít a film, és lényegében véve semmit nem kapunk a valódi borodyinói csatából, abból a vérengzésből, amit lezajlik, mert ez egy alapvetően olyan csata, ahol mészárolják egymást a hadseregek. Frontálisan támadják meg a franciák a felépített orosz állásokat, és hosszú órákon keresztül egy-egy ilyen állásnak a megszerzéséért megy a csata, és pergő ágyutújsz közepette vívják meg a harcot. Nagyjából ezt úgy kiszámolgatták a források alapján, nem tudom mennyire hiteles, de úgy percenként körülbelül 140 ágyulövés dördül el a borodyinói csata során, ami egy brutálisan magas szám, még akkor is, ha csak a felét vesszük ennek. Tehát tényleg egy mészárlás zajlik itt, de ebből semmit nem kapunk, Napóleon ott lovagol, egy-két karcsapás, és akkor benn vagyunk Moszkvába, bevonul Moszkvába elsőként. Tehát ez is azért úgy picit fura, tehát nincs az az Isten, hogy engednék azt, hogy egy városba a császár vonuljon be elsőként, tehát azt a várost először azért felderítjük, megnézzük, hogy nincsenek-e ott ellenséges állások, merénylők, stb., és nem hagyjuk azt, hogy a császár ott szabadon lovaglásszon, hanem úgy felderítjük a várost. De a filmben úgy néz ki a dolog, hogy Napóleon tényleg ott elsőként bevonul Moszkvába. Hát ez nem így néz ki. Franciák szeptember 14-én elérik Moszkvát, és azon a napon
több egység is felderíti a várost, és jelentik Napóleonnak, aki kívül van ekkor még a városon, hogy hát gyakorlatilag a városnak a 90%-a elment innen, és kihalt egész Moszkva. Napóleon persze ezt nem akarja elhinni, és majd másnap szeptember 15-én, amikor már biztosítva van a város, akkor fog ő bevonulni, és valóban látja azt, hogy akkor az oroszok hátrahagyták a fővárosukat. És az is picit fals a filmben, hogy mutatják azt, hogy a város lángolni kezd. De ezt úgy mutatják, hogy már úgy lángol, miután Napóleon bevonult a városba. Nagyjából Moszkva már szeptember 14-én elkezd égni, ugye Rostopchin grófnak, Napóleon a Moszkva akkori kormányzójának a parancsára gyújtják fel az orosz erők a várost, és a város napokig ég. Tehát Napóleon igazából egy égő Moszkvába vonul be. És pár nap alatt a városnak a kétharmada odavész. És ezt követően tudják csak a franciák rendezni a sorukat, hogy eloltják a tüzet, megállítják a tűzvészt. Tehát ez is itt nagyon fals módon van bemutatva a filmbe. Értem, dramaturgia, haladni kell az eseményekkel, és látják azt, hogy lángol Moszkva, akkor már elrendelik a visszavonulást, de nagyjából egy hónapot, egészen október 19-éig a franciák itt rostokolnak Moszkvában, és várják Első Sándor cárnak a béke ajánlatát, de hát hiába várják, Első Sándor direkt számít arra, hogy a franciák ott rekednek Moszkvába, bekerítik a várost, és majd a téltábornok segítségével, ugye a jó orosz tér segítségével majd megverik a franciákat. Vagy esetleg ez is tervben van egyébként, számítanak rá, hogy a franciák majd kivonulnak és elhagyják Oroszországot, és akkor majd visszafele megverik őket, amire aztán valóban sor kerül. Tehát itt is, hogy így mondjam, elég sok a ferdítés, de még Moszkva hagyján a borodyinói csata az viszont hát ilyen értelemben számomra nem nevezhető csatának, tehát olyan szinten akadtam ki rajta, mint az egyiptomi hadjárat során, tehát teljesen fölösleges és indokolatlan ilyen formában az, hogy Napóleon rohanott a szabjával a kezében, lóháton pláne, tehát nem jó lovas egyszerűen, hogy ezt megtegye, ezt ő maga is tudja. Hát újabb részlet, ami kimaradhatott volna. Hát tömören és röviden, igen. Ennyi lenne itt és a lényeg. És hogy hát az orosz hadjárat után itt rögtön veszít, de ezt így dramaturgiai szempontból egy jó, már rögtön lemondatják, ezt egy jó fogásnak tartod. Hát ugye itt mindenféle drámai dolgok történtek, de ja, végülis fogadjuk el, végülis haladnia kell a filmnek. Így van, tehát 2,5 órába belepasszírozni ennyi történést, azt mondom, hogy pláne ha úgy mutatták volna be a lipcsei csatát, mint ahogy a borodyinóit, akkor jobb, hogy azt semmilyen formában nem mutatták be, tehát ezek után. Jó, még annyi, hogy picit a visszavonulás, tehát arról is kapunk egy fél percet, hogy akkor a francia hadsereg elhagyja Moszkvát, és kivonul október-november során Oroszországból a legnagyobb hóesésben, nagyjából átlag mínusz 25-30 fokba, és a bő félmilliós hadseregéből Napóleonnak körülbelül a legoptimistább számítások szerint is ilyen 30-40 ezer embere maradt, de inkább csak 20. Találkoztam már 100 ezerrel is. Hát az akkor nagyon-nagyon fals információ. Azt felejtsük el, hogy 100 ezer ember, nagyon-nagyon az már minden várakozást felülmúlóan optimista. Tehát ez a nagyjából 20-40 ezer ember, aki ki tudnak külni Oroszországból. De ugye eleve több oszlopban mentek be a franciák, szóval ezt azért számításra vehetjük. Így van, lehet, hogy szóval... amit te olvastál ott, akkor a nagyon-nagyon hátra maradt egységek, akik éppen ott az orosz-lengyel határon maradtak még a hadjárat kezdetén, azokat is beszámították, de a fő seregből körülbelül egy ilyen 20-40 ezer ember ér ki Oroszországból. Hát ebből kapunk 2-3 snittet, aztán jó éjszakát, Napóleont lemondatják. A marsaljai egyébként ez tök helyesen van bemutatva, erre valóban így kerül sor, hogy akkor ott a körükben 1814. április 4-én alá kell írni a lemondó kiratot, és közlik vele, hogy akkor Elba szigetét megkapja, ahol uralkodhat, biztosítanak számára egyébként évi 2 millió frankos járadékot, ez nagyon fontos lesz, mindjárt mondom miért, és Franciaországba pedig visszahelyezik a trónra 18. Lajost. Igen, vagyis nem visszahelyezik, helyesebben, igen. A filmben, de aki
nincs tájékozódva történelmében, ennek szerintem fogalma se volt róla, hogy az kicsoda. Így van, tehát egy nagyon kövér emberkét láttunk a filmben, aki éppen ott valamit csemegézik, és akkor ő lenne 18. lős, akit bocsánat, nem visszahelyeznek a trónra, hanem az ő családját, a Bourbon dinasztiát helyezik vele vissza a trónra helyesebben. Bizony. Jó. És itt kapunk még egy jelenetet. Egyébként ez az elbai számüzetés, ebben egyetérthetünk, hogy ez így pont annyi volt, amennyi kellett. Igen. Tehát ez így jól be volt mutatva. Nem a legizgalmasabb szakasz a napon. Így van, nem a legizgalmasabb, tehát ez így pont elég volt. Viszont ami itt fontos, hogy menet közben itt megint keveredik kicsit a valóság meg a film, ami a kronológiát illeti. Ugyanis a filmben látjuk azt, hogy Első Sándor cár meglátogatja Josephine-t. Hát ugye nincsen nagyon megmagyarázva, hogy most Első Sándor mi a francot keres ott Franciaországban, de hát 1814 során az európai koalíció megveri Franciaországot, Párizst is elfoglalják. És így Sándor kerül a Sándor. A főparancsnok a koalíciós seregeknek, és így bevonul. Ugye? Így van, és bevonul Párizsba. És ő meglátogatja az egykori császárnak a feleségét, Josephine-t, és ezt látjuk a filmben is egy jelenet erejéig, ami azért nagyon fontos, mert állítólag Josephine nagyon-nagyon lengeruhában fogadta Első Sándort, tetszeni akart neki, el akarta bűvölni, nem hiszem, hogy egyébként ez állt a háttérben, a legtöbben erre gyanakszanak, szerintem csak úgy Josephine-es módon, ami kimarad a filmből, a bájos elbűvölő Josephine illendő módon akarta fogadni Első Sándor cárt, de tény és való, hogy a filmben ez megint picit úgy egysikúan van bemutatva, de lényeg, ami a lényeg, hogy nem sokkal Első Sándor cár látogatását követően Josephine meghűl, és egész egyszerűen olyan komolyá válik a betegsége, hogy 1814. május 29-én ő meghalt. A filmben ez így van összekötve, azért a valóságos eseményeket nézve nem feltétlenül mondanám, hogy most Első Sándor cár látogatásának köze van Josephine halálához. Jó, de ez már egy teljesen más kérdés. Viszont itt megint nagyon ferdít a film, ugyanis ez a valóságban ez 1814. május végén történik meg. Viszont a filmben ez úgy van előadva, mintha egy évvel később került volna rá sor, amikor már Napóleon visszatér Elba szigetéről, mert ugye mit lát meg Elba szigetén? Egy újságban, hogy Josephine Első Sándor cárt fogadja, és megint feldühödik, ideges lesz, tépi szét az újságot, meg dobja a földre, és mi a reakció? Hát akkor én most hazatérek Franciaországba. És igen, talán ez volt a harmadik olyan pont, ahol nagyon-nagyon kiakadtam. Tehát Napóleon nem ezért tér vissza Franciaországba, Elba szigetéről, tehát pláne amikor ő ezt eldönti, hogy hazatér, akkor már Josephine nagyjából 9 hónapja halott. Tehát nem tud Josephine miatt hazatérni. Napóleon egész egyszerűen miért tér haza? Azért, mert híreket kap, hogy valóban a francia társadalom nem elégedett 18. Lajossal. 18. Lajos nem találja a helyét ekkor még Franciaország élén, ami várható, tehát egy forradalom meg háborúk által sújtott ország vezetését kell átvennie, és ő egyébként folytatná azt a politikát első körben, amely jellemezte Franciaországot a forradalom előtt. De hát még nem szembesül azzal, hogy ezt nem fogja tudni folytatni, tehát érthető az, hogy akkor keveredés van a királyi udvarban, meg a francia állam élén. De vannak más okok is arra, hogy Napóleon úgy dönt, hogy a számüzetését hátrahagyja. Először is az, hogy a megállapított 2 millió frankos évjáradékot 18. Lajos nem akarja kiutalni Napóleonnak. Tehát Napóleon pénzszűkébe van elbán, tehát erről nagyon szép források fennmaradtak, amelyek mutatják azt, hogy akkor hogyan próbálja lefaragni a költségeit. Illetve ami még egy nyomós érv számára, hogy hazatérjen Franciaországba, az az, hogy híreket kap a bécsi kongresszusról. A bécsi kongresszuson ugyanis már beszélik, tervelik azt, hogy Napóleon nem kellene Elba szigetén hagyni, hanem valahova, máshova, egy messzebbi pontjára a világnak kellene őt száműzni, és egyébként ekkor már elhangzik egy bizonyos Szentiron a szigete is. És Napóleon egész egyszerűen nem akarja azt megvárni, hogy pénzszűkében koldusbotra jusson, bár mondjuk ez valószínű nem történt volna meg,
De ami fontosabb, hogy nem akarja azt sem, hogy őt egy távolabbi helyre száműzzék, és igen, szereti Franciaországot, szereti a hatalmat, ezért is vissza akar térni, úgyhogy ezek motiválják őt abban, hogy valójában elhagyja el a szigetét, és visszatérjen Franciaországba. Nem az, hogy Josephine Sándorral kavar, mert erről szó sincsen, pláne úgy, hogy ekkor már ő valójában 9 hónapja halott. Igen, és ezután én a bő 100 napos visszatérés. Na, akkor folytassuk a 100 napos legendás visszatéréssel. Hát ugye ez is bizonyítja ezt az elképesztő hőskölteményt, hogy Napóleont megverik, legyőzik, száműzik, de hát jön a ráadás, és 100 napig még visszaveszi a hatalmat Franciaországban. Ugye itt láttunk egy ikonikus jelenetet, ami hellyel közzel valóban úgy történt meg, ahogyan a filmben bemutatják, hát lényegét tekintve ismételtem. Ugye Napóleon egy olyan Franciaországban száll partra, ahol a hivatalos politika nem szívesen látja őt, és akkor most nagyon finoman fejeztük ki magunkat. Tehát benne van a pakliban, ezzel tisztában van Napóleon, hogyha a partra száll Franciaországban, elindul Párizs irányába, akkor őt bármikor elfoghatják, és adott esetben ki is végezhetik, ezzel ő számol. És amikor hírét veszik az ő visszatérésének, természetesen a katonaságot, a helyőrségeket, mindenkit Napóleon ellen mozgósítanak. És itt van egy emblematikus jelenet, amely Grenoble-nál zajlott le. Nevezetesen az, hogy Napóleon egykori katonái feltartóztatták őt, miközben Párizs fele vonult, és megállt parancsoltak neki. Napóleon viszont ekkor teljesen önállóan kiállt a katonák el, és állítólag, ezt nem mutatják a filmben, feltépte az ingét, megmutatta a mellkasát a katonáknak, és hozzájuk szegezte azt, hogy ő itt van, amelyik katonája őt le akarja lőni, lője le, tessék. És ezen a katonák úgy meghatódtak, hogy átálltak a császár oldalára. Ezt szépen bemutatják a filmben, helyjel közzel így is történt meg, azért igen, úgy elgondolkodtató az, hogy ennyire most átállnak a katonák. Itt is Napóleon nagyon szenvedélyes, feltépi az ingét, és egy megindító beszédet mond a filmben is, majdnem. Hát majdnem. Legalábbis motyog nekik valamit, hogy... De... Azért az tény és való, hogy a katonák szeretik Napóleont, támogatják, és számukra a dicsőséget, a sikert jelenti Napóleon. Annak ellenére, hogy akkor már van egy lipcsei vereség, van egy katasztrofális orosz hadjárat, meg Franciaország megszállása, azért Napóleonnak a legendája még igen erős. És ugye ezt kihasználva Napóleonhoz folyamatosan áttál mindenki, üdvözli őt, és gyakorlatilag puskalövés nélkül bevonul Párizsba, visszaveszi a hatalmát. És erre természetesen a győztesek, a győztes hatalmak is reagálnak, akik ekkor éppen Bécsben próbálják újra rajzolni Európának a térképét, és rögtön minden ellentétüket egyébként félreteszik, és újra egyesítik az erejüket Napóleon ellen. Napóleon tisztában van azzal, hogy nem fogja tudni megverni az egyesített porosz, orosz, osztrák, angol seregeket, úgyhogy a szokásos taktikájához folyamodik, hogy szétválasztja ezeket a seregeket, és külön-külön veri meg őket. És a leggyengébbnek tartott porosz, illetve angol egységeket szeretné első körben háttérbe szorítani. Úgyhogy belga területek irányába vonul, és itt az lenne a célja, hogy az itt állomásozó angol, illetve porosz seregeket ketté szakítsa. Ez első körben Quatre Bras mellett június 16-án sikerül is, ugyanis a poroszokat sikerül leválasztani az angol egységekről. És ekkor Napóleon megparancsolja, hogy egy kisebb egysége kövesse a poroszokat, hajtsa őket minél távolabb az angoloktól, ő pedig a nagyobb erőkkel ráfordul az angol seregre, amelyet egy bizonyos Wellington vezet. És Wellington, illetve Napóleon lesznek majd a főszereplői a méltán híres Waterloo-i csatának, amelyre 1815. június 18-án kerül sor. Hát ez a harmadik olyan csata a filmben, az Austerlici meg a Tuloni után, ami úgy helyjel közzel megkapja a kellő időt, még akkor is, hogyha vannak pontatlanságok benne.
de itt azért igyekeznek a készítők arra, hogy megadják a módját. Tehát valóban úgy zajlik a csata eleje, ahogyan bemutatják, késlekedés van, tétovázás van, szakad az eső, fel van ázva itt a föld, nem tudnának a franciák rohamokat indítani, tisztában vannak azzal is a franciák, hogy nekik kell kezdeményezni, az angolok lecövekelnek, nem akarnak támadni, ez valóban így van, ahogy a filmben is bemutatják. Viszont ugye van itt egy komoly problémája a franciáknak, nevezetesen az, hogy közben a poroszok a másik francia egységet ki tudják kerülni, és el tudnak indulni a Waterloo-i csatatérre. Tehát a franciákat kényszeríti az idő arra, hogy megindítsák a támadást, és végül is nagyjából ilyen 10-11 óra között eláll az eső, picit szárad a föld, és így nagyjából 11 óra magasságában Napóleon megindítja az első rohamokat a britekkel szemben. Ezek a rohamok, hogy így mondjam, váltakozó sikereket hoznak, vannak sikeres áttörések, vannak aztán angol előretörések, amelyek visszanyomják a franciákat, de alapvetően azt tapasztaljuk, hogy nagyjából ilyen délután 4 óra, 5 óra magasságáig elég kiegyenlített a csata. Napóleon egyébként nem akar személyesen részt venni a csatában, ezt az elején még jól mutatja a film, hogy nem akar beavatkozni, és ő is akkor megint lovon szabjával a kezében ott hadonászni, hanem ezt rábízza a katonáira. Viszont a késő délutáni órákra elérik a porosz seregek a francia egységeket és a Waterloo-i csatateret. Hát a filmben ezt úgy mutatják, hogy a poroszok, a franciák bal oldaláról érkeznek, hát a valóságban ez a franciák jobb oldaláról jött. Jó, tehát a porosz támadás, ennyi pont a társaság megint. Igen, bár ez lenne a legnagyobb bajunk. De tény és való, hogy a poroszoknak a megérkezése gyakorlatilag eldönti a csata kimenetelét, még úgy is, hogy a franciák itt a késő délutáni órákban már olyan rohamokat vezetnek, amelyek megadásra tudnák kényszeríteni Wellingtonékat. Viszont a poroszoknak a megérkezése létszámfölénybe hozza az angol-porosz egyesített egységeket, és ezzel nem tudnak mit kezdeni a franciák. Napóleon kénytelen kelletlen, még a legendás öreg gárdát is beveti a Waterloo-i csatában, de megfutamítják őket, és amikor a serege megtudja azt, hogy még az öreg gárda is megfutamodott, na akkor fog szétesni az egész francia hadsereg, és viszik be a britek, illetve a poroszok a döntő csapás Napóleonnak, és ezzel a hősköltemény gyakorlatilag itt június 18-án véget ér. Igen. Blücher haladási sebességét amúgy Napóleon hajlamos volt folyamatosan alulértékelni, már Lipcsénél is problémái voltak ezzel, hogy úgy számolt, hogy később jön, de Blücher mindig hamarabb jött, mint kellett volna. És hát ugye Waterloo-nál nyilván jelentős a csata, kétség kívül, de az egész filmre elmondható, hogy picikét a britek túl vannak benne fókuszálva. Maga Wellingtonnak a szerepe erre talán a legjobb példa. Amúgy a filmnek van egy ilyen kiegyensúlyozatlansága, hogy a legtöbb filmben két pórus van egy pozitív, meg egy negatív, legalábbis van valamiféle kézzelfogható ellenség. Ez így ebben a filmben, így az utolsó harmadában, negyedében jön be Wellington személyében. Hát én nem biztos, hogy őt emelném ki leginkább Napóleon ellenségei közül. Sándor talán még közelebb lett volna hozzá, hogy őt így aláhúzzuk, mint fő ellenséget, de mindegy. És nyilván itt a brit készítésnek van némi szerepe abban, hogy ez lett ebben a filmben hangsúlyos. Így van, de hát általában Wellingtonnak meg a briteknek a szerepét mindig kinagyítják, amivel nincs is baj, hogyha ez Waterloo-ra van fókuszálva, de általában ez úgy szokott kinézni, hogy akkor a napóleoni korszak egy nagy részére is ráhúzzák ezt a brit túlsúlyt, és akkor hú, a britek verik meg itt Napóleont, meg a franciákat, holott gyakorlatilag, most bocsánat az angol szászoktól, de Wellingtont és Napóleont nem igazán lehet egy lapon említeni.
mint hadvezéreket. De amit Huba is mondott, valószínűleg ez azért lehet, mert azért angol száz területen elképesztően sokat írnak a napóleoni korszakról, illetve a leghíresebb filmes feldolgozások is mind angol száz területről érkeznek, például mondjuk a híres 1970-es Waterloo film, vagy éppen most is ugye angol szászok készítették a Napóleon filmet. Tehát ezek jóval nagyobb rivalda fényt kapnak, mint mondjuk a kisebb léptékű, de korrektebb alkotások, akár csak a franciáktól mondjuk, vagy más európai nemzetektől. Tehát valahogy itt Wellington és a britek szerep az tényleg mindig ki van domborítva egészségtelenül. Igen, sokszor. Igen. Mondjuk Waterloo volt az egyetlen nagyobb csata, amit ténylegesen vívtak a francia főerők ellen. Toulonnál is a koalíciós seregeknek csak a harmada volt brit. Így van. És itt is ugye porosz beavatkozás döntött el egyébként a győzelmet, igen, mert egyébként önerőből nagyon úgy nézett ki a csataállása, hogy ezt Napóleon megnyeri. És akkor megint nem beszélünk Wellingtonról. És itt a csatánál is láttuk, hogy a korabeli hadviselést azért nem igazán értik a készítők továbbra se. Az ágygolyók felrobbannak, mert biztos üregesek, ahelyett, hogy pattognának, ahogy annak kell. Na, a britek megint lövészárokban vannak, mert nem, mert ezek a csaták, ezek szerint nem így manőverből alakultak ki, hanem volt idejük beásni magukat. Valójában azért a napoleoni háborúknál ez nem volt jellemző. Nem volt idegen a lövészárok fogalma teljesen a korszaktól, de nem jellemezte a mezei csatákat. Egyáltalán nem. Aztán persze a gyalogság is, amikor támad, akkor azt sorban teszi. Ott viszont már nem az első világháború felé mozdulunk el, mint az ágyugajóknál, meg a lövészárkoknál, hanem ott épp, hogy kicsit visszafelé megyünk az időben, a francia forradalom előttre. Szóval itt azért szintén voltak kisebb gondok, meg ugye, amit Austerlitznél is mondtuk, hogy a csata skálája nyilván a valóságban nagyobb volt, voltak falvak, tanyák, mert egy sokkal hosszabb terepszakaszról volt szó. De így mondjuk van. Az lett volna a legkisebb baj, hogy ott lekicsinyítik egy kicsit. Így van, de hát rá kellett férni a Muzivászonra, tehát most a két falu, amit közben megostromolnak, ádászharcokkal megszerzik a franciák, hát azok most itt nem fértek bele. Túlogtak a Muzivásznon, mondjuk azt. Sajnos, ott voltak, csak nem fértek fel. Sajnos az se fért bele, hogy valami stratégiát belevigyenek ezekbe a csatákba, hogy lássuk Napóleont, hogy ténylegesen mi a csel, mert lehet, hogy úgy jól mutat Austerlitznél, hogy ott akkor beágyúzza a jeget, de ehhez azért nem kell minden idők egyik legnagyobb hadvezérének lenni, hogy egy befagyott tóra, hogyha rámegy az ellenség, akkor beágyúzzuk alatt a jeget. Szóval ezt azért úgy nem demonstrálták jól, sajnos egyik csatánál se. Így van. Hát tény és való, hogy jól néznek ki a csaták, szemkényeztetőek, de hogy a napóleoni taktikából és zsenialitásból bántóan nem kapunk semmit, majd hogy nem semmit, tehát azért az nagyon-nagyon negatív. Holott úgy volt előadva, hogy 6 nagy csatát kapunk, de hát ebből mi úgy igazából 2 tudunk kiemelni, Austerlitzet és Waterloo-t, tudom, meg inkább egy ostrom, semmint klasszikus csata lenne. A másik 3-at meg úgy annyira ne is emlegessük. Ezek se voltak amúgy túl hosszúak, úgy igazából. És hogy itt nem tudom, hogy a rendezői változat hozhat-e ebben javulást, Austerlitznél nem hinném, talán Waterloo-n még egy picit ott tudnak nyújtani, de amúgy Waterloo-nak elég jó a régebbi Laci által is emlegetett feldolgozása, azt egy Sergei Bondarchuk rendezte, és Dino Di Laurentiis volt a producere, egy olasz producer volt, a rendező pedig egy Oscar-díjas orosz szovjet rendező akkor volt. Akkor még szovjet, igen. Igen, amúgy azt a filmet ugye Kárpátalján forgatták, 22 000 szovjet katona statisztát, plusz 8 000 bábú, 150 vagonnyi egyenruha, meg hasonló kellék volt felhasználni, és előtte még a dombokat is olyanra bradírozták le munkagépekkel, meg úgy telepítették az erdőt, hogy a waterloo-i harcteret mintázza, ott azért érezhetőben nagyobb skálán tudták bemutatni a waterloo-i csatát, és amúgy pontosabban is, mint itt.
és azzal nagyon rosszul kelt versenyre ez a film, mert az rengeteg volt benne a pontatlanság, és nem is néz ki olyan grandiózusan, szóval még a CGI-ba se tettek bele annyit, hogy picit kinagyítsák a tereket, meg az alakzatokat, meg ezt-azt, és a történelmi hitelességgel se törődtek annyit. Sőt, még a közeli jelenetek sem mutatnak mindig olyan jól, azt kell mondjam. Így van. És utána egyébként van dramaturgiailag egy jó húzása a filmnek, mert a Waterloo-i csatát követően láthatjuk azt, hogy Wellington és Napóleon találkoznak személyesen egy brit hajó fedélzetén, és ott Wellington közli a vesztes Napóleonnal, hogy akkor Szent Ilonára fogják őt száműzni. Ez dramaturgiailag tényleg egy jó húzás, mert lényegre törően feszesen megvan adva akkor a következő nagy szakasz a Napóleon életének, a Szent Ilonai száműzetés, de hogy a valóságban ez sem így zajlott le, az is biztos, ugyanis Wellington és Napóleon soha az életben nem találkoztak egymással személyesen, tehát a legközelebb a Waterloo-i csatatéren voltak, de hát ott se találkoztak egymással, csak úgy messziről esetleg távcsőről láthatták egymást. De itt a filmben én ezt most el tudom fogadni, hogy akkor Wellington az a személy, aki közli Napóleonnal, hogy irány Szent Ilona szigete, mert ebből tudunk most a játékidőből így spórolni, viszont ugye ez megint csak azt támasztja alá, hogy Wellingtont helyezzük az előtérbe, a briteket helyezzük az előtérbe, és akkor megint nagyon sokaknál ez úgy csapódik le, hogy akkor itt Wellington a szupersztár, aki megveri valójában Napóleont. Tényleg megveri az utolsó mindent eldöntő csatában, ezt nem lehet elvitatni, de a nagy egész tekintetében ez azért egy fals következtetésre vezetne. És ugye innentől kezdve mondhatjuk azt is, hogy a filmnek vége, mert Szent Ilonából már nem sok mindent látunk. Itt látjuk azt, hogy Napóleon üldögél, jegyzetel, nézi, ahogyan gyerekek játszanak, és aztán szépen eldől a film végén. Valószínűleg ezzel akarták mutatni a készítők, hogy akkor meghal. Hát a valóságban azért ágyban halt meg, 6 évvel a száműzetését követően 1821 májusában. Hogyan lehetett volna jobb filmet csinálni? Na, mondjuk meg ezt is, ha már... ne csak kritizáljunk. Ezen is elvitatkoztunk egy picit, hogy akkor úgy adjunk egy kis képet arról, hogy na, mi hogyan csináltuk volna. Igen. Mert ugye mindig könnyű kritizálni azt, aki valamit csinál, tehát az mindig egy egyszerűbb műfaj szerintem. De azért mi így most megragadnánk, így én is, meg a Huba is, hogy akkor hogyan is lehetne szépen bemutatni Napóleonnak a pályáját. Hát abban mindketten egyetértettünk, hogy egy mozifilm erejéig ezt a 20-22 évet nem lenne szerencsés feldolgozni. Ezt maximum egy sorozatba lehetne elképzelni, egy olyan minimum 10 részes sorozatba, amelynek mindegyik epizódja legalább egy 60 percet kitesz. De ha mozifilmben gondolkodunk alapvetően, én egy 1796-97-es itáliai csatát mutatnék be, mert itt az itáliai hadjárat során Napóleont, mint a katonai zsenit, aki a csúcsformájában van, gyönyörűen be lehetne mutatni. Tehát hadászatilag ez lenne a csúcsok csúcsa. A másik, amiből szakasza az életének, amiből én mozifilmet készítenék, az a konzulátusnak a sikereit mutatná be az Austerlici csatával lezárva. Tehát itt párhuzamosan a tevékeny államférfit, aki reggeltől estig megállás nélkül dolgozik Franciaországért, gyönyörűen meg lehetne mutatni, és ezt lezárni egy Austerlici csatával, amely kellő helyet kaphatna így, és szépen fel lenne vezetve, és be lehetne megint mutatni Napóleont, mint a katonai zsenit. És a harmadik szakasz, amiből én egy filmet készítenék, az pedig az orosz hadjárat lenne. Tehát abból pedig egy olyan véres történelmi drámát lehetne készíteni, hát természetesen kellő pénzmennyiséggel, meg statisztával, alapos helyszínfelméréssel,
amilyen nem igazán volt még szerintem mozivásznom. Úgyhogy én ezt a hármat emelném ki. Ezek úgy tényleg szépen, főleg az első két szakasz, be tudnám mutatni Napóleont, mint a katonai zsenit és államférfit. Az orosz hadjáratnál pedig ki lehetne domborítani a csökönyös Napóleont, aki nem hallgat a jószóra, és csak azért is belemegy egy ilyen hadjáratba, amelyet úgy mindenki visszakozva fogad, tehát nem igazán jó érzéssel vonulnak be Oroszországba a franciák. Senki nem érzi ezt már nemzeti ügynek, hogy így mondjam. Igen, nekem is van két ötletem. Az egyik hasonló lenne, mint ennek a filmnek a koncepciója volt, csak én a koronázással lezárnám. Szóval ott is Napóleon vezetné fel mondjuk Szent Ilona szigetéről, narrálná, hogy ezek meg ezek az események történtek. Itt is lehetne Tulonostroma, itáliai hadjárat, de ugyanakkor itt a belső viszályokra is rá lehetne valamennyire menni. És hát arra végül is, hogy hogy ért el azt, hogy örökös konzul legyen, és alapvetően, hogy ezt hogy igazolta egyfelől a katonai sikereivel, illetve belső fronton meg hogy ért el azt, hogy ennyire elismerjék, akik elismerik, illetve hát félreálljanak az útból, akiknek félre kell állniuk. Ez egy ilyen intrikában is ott lehetne ez a film. Igen, itt a politikát szépen igen, ki lehetne domborítani egyébként. Meg ugyanúgy beleférne a háború is, ez lenne az egyik. De ez minimum egy 4 órás film. Nem adjuk lejjebb. Nem kell az összes csatát vele tenni, meg az összes politikai történést se. Nem, ez annyira nem, és akkor ott a végén meg Szent Ilonán ismét elmondaná Napóleon, hogy hát ez mindez szép és jó, csak hát utána ugye a részben a saját büszkeség, részben meg az, hogy nem sikerült szövetségeseket találni, ahhoz vezetett, hogy hát ez nem tartott örökké. A másik pedig, ahogy Laci is mondta, az oroszországi hadjárat, hogy ott a napóleoni birodalom a csúcsánál, annak a kezdetén, lényegében még az ellenségei is, az egy darab briteket kivéve már szeretik őt, névleg legalábbis úgy csinálnak. Még katonákat is adnak neki, ugye a nagy hadjárathoz, itt ugye nem egyedül indult el. Hát ez már egy nemzetközi sereg itt az, amelyiknek kiindul Oroszországnak. Tehát ebben már mindenki benne van. Lengyelek, németek, franciák, olaszok, mindenki. Igen, a Mária Valeszkás történetszállat is bele lehetne tenni, mint romantikus szállat, hogy mi lehetett volna abból is, hogyha sikeres a hadjárat, hogy valószínűleg semmi nem lett volna belőle, de ez így filmesen egy nagyon jó felvetés lenne. De egy rugalmasságot megengedünk, tehát ha már diszkotték ennyi rugalmasságot beleszállni, akkor ebbe ez lehetett volna a főszál, és hát ugye ott is indítunk egy Borodinóval, utána egy fájdalmas visszavonulás, és itt viszont azután egy rakás drámai történés következett. Egyrészt elfordultak Napóleontól azok a koalíciós tagország, addig mellé álltak, nyilván ez volt a jelentősebb része, poroszok, osztrákok összeálltak az oroszokkal, és akkor egyre szorult a gyűrű Napóleon körül, másrészt a szövetségesei is elárulták, Möráv nápolyi király, akit ő tett nápolyi királyjá, vagy Bernadotte, svéd király, akit szintén ő ültetett a trónra, utóbbi ellene is vonult. Szóval de lassan. Lassan, igen, lassan. És közben ugye jöttek a rossz hírek Spanyolország felől is, hogy ott is azért rosszul áll a szénájuk, és hát ugye a lipcsei csata volt az, ahol ezen még lehetett volna fordítani, csak addigra már egy nagyon-nagyon masszív túlerőben volt a koalíció, és végül is ez egy több napos, nagyon epikus csata, ami abszolút szerintem filmvásznon is jól mutatna, hogyha egyszer megcsinálnák, és az volt tulajdonképpen az, ami Napóleon tényleges vereségét jelentette, mert utána már, hogy a visszatérése után ismét felkapaszkodjon, és ismét végigverje az egész koalíciót, ez egy nagyon-nagyon
meredek mutatvány lett volna, szóval Waterloo, hogyha megnyeri utána is, azért nagyon nehéz helyzetbe lett volna. Lipcse egy viszonylag jó zárás lett volna, és akkor a végén persze Sándor Cár ugyanúgy bevonul Párizsba, mint ahogy ő bevonult Moszkvába, azzal a különbség, hogy Párizs nem égett, és hát azt annyira, nem fel a franciák. Annyira kétségbe se voltak esve a franciák, meg hát ugye, hogy ott, volt, ott maradtak, nem menekültek el. Szóval... Hát egy része, hogy így mondjam, örül az oroszoknak, mert megszabadulhatnak Napóleontól. Igen, igen. Ott azért, hogyha nézzük a kettőről készült festményeket, azért más hangulatot árasztanak magukból. Szóval ez is egy ilyen történetív lehetne, aminek a végén meg lehet említeni persze, hogy 100 napra még visszatért Napóleon, de alapvetően hát ugye számüzetésben ért véget az élete. Ez egy nagyon izgalmas korszak lenne, szóval egy része lenne szintén a pályafutásának, ez nyilván a kevésbé vidám, ahol megkoronázzák a végén az a vidámabb történet, hát így van, a főhős szemszögéből. Meg lehet csinálni mindkettőt, és akkor lesz egy vidám, meg egy negatív. Bár attól függ, hogy kinek vidám az egyik, kinek negatív a másik. Hát igen, de hát ugye nyilván Napóleon szemszögéből látjuk az eseményeket, szóval ez adja meg a hangulatát alapvetően a filmnek. Hát akkor ennyi lenne nagyjából most a Napóleon című film kapcsán az elemzésünk, de majd ha az Apple TV-n kijön a 4 órás változat, akkor majd arról is tartunk egy ilyen jó beszélgetést. Reméljük, hogy hasznosnak találtátok, élvezetesnek. Majd írjátok meg légy szíves kommentben a véleményeiteket is a filmről, nagyon várjuk őket, és azért mi is készülünk majd a jövőben, ugyanis tervben van, hogy a filmből kiindulva kicsit feldolgozzuk mi akkor Napóleon, illetve Josephine-nek a kapcsolatát, szintén egy ilyen beszélgetés keretében. Ott már nem a filmből kiindulva, így van, ott már csak a valós eseményeket bemutatva, de hogy most a film megikletett minket arra utalva, illetve jelentkezünk még valamikor majd a korabeli francia-orosz konfliktusokkal, és akkor ugye, mint Huba az orosz, én meg mint a francia, és ezeket majd szépen kivesézzük. Olyan csatákat is, amelyeket itt nem említettünk meg, meg a filmben sem szerepeltek. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, a viszontlátásra. Viszontlátásra.